mai nap összefoglalása képen, illetve még mélyebbre ásás esetén van most lehetőség kérdezni, és kaptok rá választ is, ha minden igaz. Amit szeretnék megköszönni, az, hogy most itt lehetünk a Mogyon, illetve hogy a Balástyai önkormányzat adta nekünk ezt a sátrat, ami tulajdonképpen egész kellemes helyen van, télárnyékban is így remélhetőleg egész jól érzitek magatokat a hőség ellenére. No, át is adom a szót, két mikrofon van. Balogh Pétert azért felkérném, hogy moderálja a történetet, és ha kell, akkor besegítünk. Magamat is. Igen. Értem. Tisztelettel köszöntöm én is az érdeklődő közönséget. Vízválasztó fórum, tényleg akkor a szakmai nap megkoronázásaként. És csak utalnék itt a bevezetőben röviden a két évvel ezelőtti vízválasztó fórumra, amit vízválasztók országos gyűlésének neveztünk, ugye itt a Magyarok országos gyűlésén, amikor is ugyanez az asszály volt csak először, és nem volt éppen Torockai elnök úr beszélt a másik sátorra, úgyhogy tele volt a terem. Minden esetre a helyzet ugyanaz. A hét szereplőből most négy van itt. Öt. De itt akkor, de hangsúlyozom, hogy ugye esetleges ez az a hét is, meg ez a négy is, tehát hogy itt ügy van jelen, és tényleg az elhangzott előadások kapcsán, illetve maga az ügy kapcsán, akkor a kérdések mentén tárgyalnánk meg ugyanezt. Itt már voltak félbe maradt válaszok, stb. Ha van jelentkező, akkor azok mentén elkezdjük, ha nincs, akkor, vagy ha van jelentkező, akkor úgy, ha meg nincs, akkor ezek mentén, amik félbe maradtak, elkezdjük. Legyen az, hogy egy nálunk. Jó. Tisztelt vízválasztók, ha már két évvel ezelőtt is hangoskodtunk egy kicsit a víz érdekében, hogy az eltelt két év nem hozott eredményt, hiszen pedig ott voltak a vízválasztók, az Agrárminisztérium és oktatást, előadásokat tartottak, akkor a munkánk eredménytelen? Vagy valamit rosszul csinálunk? Nagyon jó első kérdésnek. Rán a Németh Zoli, aki szintén volt fogadáson a miniszter és az államtitkár által is külön is talán. Eredménytelen a munkánk. Hát visszautalnék a régi időkre, és mondjuk Sárvári Attilára, aki most nincs itt, de itt is ülhetne, mert már nyugdíjba vonult. Ővel együtt vagyunk villások a Borsó-Farrahágyó művekbe, vagy valahogy így fogalmazok. Tehát meg se lepődünk ezen. Én tényleg komolyra fordítva a szót, inkább az érdekes, hogy és akkor föl is veszem az egyik kérdésnek a szárát, már hogy az előadásom után majd volt, hogy hogyan tudunk eredményesebbek lenni. És hogy mondjuk van az a fajta kommunikáció, ami ébresztőleg akarhatni, amit mivel vészhelyzet van, mondjuk ha valakit meg akarsz menteni, mert éppen arra megy a kamion, ahol ő nézegeti a kisbabáját, és a csendes szólásra nem reagál, akkor hogyha ráordítasz durván, akkor az nem illetlenség, hanem életmentő. Tehát van ugye ez az egyik válasz, hogy igenis indokolt az ébresztés és a katarzisnak a forszírozása, ami nélkül szerintem nem megy. Másrészt viszont valóban úgy kell megfogalmazni, hogy azok is megértsék, akik csak a Holdra néznek, vagy a Holdról, vagy nem tudom. Tehát, hogy illetve hát jól be vannak áldozva, hogy akkor konkrétan mondjam, ebben a mostani modern ellentétes irányba menő rendszerben. De azt gondolom, hogy a ügynek és a helyzetnek a tudatosításában egyáltalán a tájgazdálkodás fogalom, illetve az, hogy az asszály az nem egy természeti katasztrófa,
hogy nem az eső hiányáról szól, csak stb. Amit lehetett, azt mi letettünk az asztalra. Itt van ez a gyönyörű előadás, azóta két év alatt Váder Laci a doktori programjában, Műszaki Egyetemen. A hidrológiai vándorgyűlésen a vízügyön belül ezeket előadja, díjat nyer vele, tehát a szekcióülés díját elhozta, stb. Tehát nem hiába való, de az áttörés is az, hogy a államigazgatás is megértse, az még nem történt meg, előtte vagyunk. Hát azért is vagyunk itt, hogy én hiszek abban, hogy a köztudat, a közvélemény, amit egyébként szondáz mindig is a kormányzat, az, hogyha úgy változik, hogy ciki lesz vizet levezetni, vagy vizet levezettetni egy gazda által, akkor az jó, illetve hogyha olyan szakmai tartalmak megjelennek igenis a gazdálkodóknál, hogy nem megsértődik, meg lehet persze sértődni, de az mondjuk őt minősíti ebben a helyzetben. Tehát, hogy hanem azt mondja, hogy jé, tényleg, és másképp kell csinálni, és tényleg akkor mondok egy tézismondatot, az alkalmazkodás a klímához, klímaváltozáshoz ne az legyen, hogy idomulunk az egyre romló körülményekhez, hanem az legyen, hogy változtatunk az egyre romló körülményeket létrehozó feltételeken. És erre van lehetőség. Egyébként én csak hozzászólnék, Németh Zoli, hogy azért vannak eredmények, csak kérdés a mérete. Tehát, hogy természetesen nagyobb eredményeket szeretnénk, de kicsik vannak, ha csak nem a helyi... most mi ugye csak itt Augusztuszer környékén, a 120-30 hektáros vízeselöntéses történet. Tehát, hogy mi már a kicsinek is örülünk, de teljesen igazad van, hogy nagyban nem vagyunk még hatékonyak. De reméljük, hogy egyre több segítőnk lesz. Ja, most be van kapcsolva, üdvözlök mindenkit. Szerintem hatalmas eredményeink vannak. Engem iszonyatos boldogsággal töltött el, amikor az agrárminiszter kimondta azt a szót, hogy víz visszatartás. Tehát az van, hogy a cselekvéstől még nagyon messze vagyunk, viszont ez már hivatkozási alap. És lehet, hogy sokszor próbálkozik, akkor egyszer véletlenül sikerül olyan jogszabályt, rendeletet létrehozni, aminek pozitív eredménye van. Vagy például ugye nemrég került el át az Energiaügyi Minisztériumhoz a vízügy, és ott is a V-Németh Zsolt ilyen víz visszatartás meg hogy ez egy komplex probléma, és a mezőgazdaságnak is van szerepe benne, és területhasználatnak jelentősége van. Tehát ilyenek megjelennek leírva, hogy mondjuk írta le eredetileg, azt nem tudjuk, de az ő neve alatt jelent meg ez az interjú. Tehát az van, hogy ezek hatalmas eredmények, tehát 10 évvel ezelőtt tudsz ilyet mutatni? Nem. Tehát ez nagyon jó, hogy ebből valami mikor lesz, hát nem. Nincs kristálygömbben. Jó napot, Rúd! Gondolkoztam már régebben is, hogy egy megoldás a vízvisszatartás. Egy másik megoldás is lehetséges, hogy mivel tudomásunk szerint a Tisza az ország északi oldalától a déli oldalig több mint 10-20 métert esik, ugye már elég sokat. Úgy levezetni, kiárgasztatni a földek felé, hogy lehető legjobban a vízszintest, vagy ennyi a lejtést kövessen. És azt választottam öntől, hogy ez pedig a középkorban így volt. Elég lenne aki, hogy ezt helyreállítani, az kész. Ez így van. Igen, na hát akkor köszönöm ezt a kérdést, mert ez meg az alapokra kérdez rá, és mindig érdemes emlékeztetni bennünket, akik túl közel vagyunk a témához, hogy az alapokat is néha át kell ismételni. Tehát egyrészt röviden szólva igen, így volt, másrészt ami az érdekes, hogy nem történelmi hagyományokra vagy romantikusnak is vádolható, vagy romantizmusra vádolható
képekre hivatkozunk, hanem a táj eredeti működésére, mostani morfológiai adottságára, stb. És vízügyi műszaki modellel alátámasztott koncepcióra. Tehát, hogy nem a középkorban volt így, mert igen, a középkorban ilyesmi módon volt, annyira, hogy a középkor előtt, csak emlékeztetek rá, a csőrszárok rendszer, ami egyébként akkor tényleg érdekesség, félszáraz vidékeken, Közép-Ázsiában, de Marokkóban is láttam, hogy a völgy talpakon, a völgy közepén megérkező vízfolyást úgy folyatják széjjel, hogy a völgy esésvonalánál kevesebb, de még lejtő szintbe kihozzák két oldalra a vizet, és onnan árasztják meg a lentebbi területeket. Na most ugye a tiszai alföldi egy nagyon szétterített völgyként értelmezhető, ugye utalok a Tisza völgy kifejezésre, amit én egyébként nem szeretek, mert 200 km széles völgytartól beszélünk, de ilyen értelemben akkor völgy, és akkor ezen érdekes módon a történeti homályban vesző csőrszárok, ilyen vonalon fut az alföld két peremén, és lehetett akár ez a funkciója is, hogy a nagy vizeket így megvezette oldalirányba, és onnan vissza folyatva. Na most az öntözés szót használjuk akkor itt ebbe a közegbe finomabban, és pontosabban árasztott, igen, hogy mit értünk rajta, mert a locsolás, öntözés, árasztást, akkor most én ebben emeljek bele, de akkor mindenkiben tudatosuljon, hogy ez más. És az öntözéses gazdálkodás is, azt is kiegészíteném egy árasztásos gazdálkodással, hogy már fogalom nem magyarázom meg érthető, de tehát itt árasztásokról van szó, és olyan értelemben vízellátásról, ami ha az öntözésnek az a szinonimája, akkor így igen. De egyrészt... vizet tartottam magasan. Ez is, igen, ez is, de hogy a vizeket, tehát a víz dinamikát tartotta meg. A talajvizet magasan tartása, és csak azért szőrözök ezen, hogy jobban beívódjon, az egy statikus állapotú mondat, azt gondolom. Amiről meg én beszélek, az pedig egy dinamikus rendszer, hogy a vizek ki vannak áradva, de nem mindig, hanem áradáskor vannak kiáradva. Jellemzően véletlenül úgy van a rendszerben, hogy tavasszal, tél végén tavasszal, a nedves évszak után, annak eredményeképpen áradnak ki a vizek, éppen véletlenül a száraz évszak előtt. A száraz évszak, amikor az a napsugárzás, amiről az előbb hallottunk, ez túlsúlyba, vagy nagyon erőt nyer, és nagyon párologtatja a vizet. Akkor is, ha van, meg akkor is, ha nincs. Ha van, akkor édenkert, ha nincs, akkor meg sivatag. És attól függően van, hogy az a vizet betesszük a tájba, és ott a eredendő körforgásaiban tartjuk benne, tehát a medencébe, ártérbe, az beszivárog, elpárolog, az erdő napi körforgást tartanak, az ott esetben harmad csapadékra gondoljuk, stb. Tehát ez a rendszer, amit mi javaslunk, ez a koncepció, ez a természet eredendő működésére hivatkozik, és abban való gazdálkodása. Tehát nem egy klasszikus természetvédelmi, szeparációs logika alapján, ez is elhangzott itt délelőtt, az előadásokban, hanem egy tájgazdálkodás, tehát hogy ez tudja megteremelni az élelmet. Tehát nem az élelmezés biztonságot, mert ez is fölmerült az évek alatt, nem a táj vizesítése veszélyezteti, hanem a víztelenítése, vagy a nem vizesítése is. És akkor magyarul a múltból így csatolok a jelenbétben jövőbe, tehát hogy ez földrajzi realitás, amiről beszélünk, nem egy történeti realitás csak, hanem egy földrajzi realitás, hogy a Tisza áradó vizeit kivezetni területre, ezeken a csatornákon, fokokon, medveken keresztül. Igen. Balogcsaba vagyok. Légvonalban olyan 10-15 km-re van itt anyánk. És hétfőn világvége hangulatom volt. És mondom, nem később jöttem, fölmondtam a munkahelyemnek, az ékerek, szétnéztem a boccáink körül, mindegyik ledobta a levelét, szétéget, nem volt jó hangulatom. Mondom az asszonynak, hogy elmegyek világen. Mondta, hogy majd ez persze. És elindultam egy csatorna meder mentén, és néztem, hogy honnan, hát nem jó az, hogy ered, de hogyan lehet ebből vizet varázsolni.
majd erről konkrétabban valakivel kéne beszélni, hogy hogyan. És akkor visszafele jöttem, akkor jöttem rá, hogy a tanyánk végébe egy olyan 150 méterre van egy tó, de soha nem tűnt föl, csak most ebben a világvége hangulatban megnyílt valami bennem. És ott láttam, ez közben kiderült, hogy az 200 éve folyómeder volt, hogy most teljesen ki van szárazva, de ott még mindig tudnak használni egy kis füvet, mert még mindig egy kis gyilkos. És konkrét cselekvési terv elhatározott bennem, ide vizet kell hozni. Elkezdtem kérni a Jóisten, itt most valamit csinálni kell. Mit tudok, milyen lépéseket tudok tenni, hogy oda víz kerüljön? Itt már kínoztam mindenféle térképpel, ez az, de szóval darabban van az itt. Egy kicsit hosszabb ez a kérdés, mint ami idő most van, de próbálok egy tanulságos választ adni. Mindenkinek javaslom egyrészt itt ezeknek a tanulságot, hogy a területét, ahol jár, tehát hogy ezt ismerje meg, vagy amit érdek. Persze lehet Kárpát-medence szinten is, és ezt mondjuk földre az oktatásnak hívják, vagy akkor a Duna-Tisza köze, de mondhatom a homokhátságot is, ami nem ugyanaz, és akkor így közeledünk ehhez a területhez. Tehát a homokhátság, van ugye felső kiskunság, alsó kiskunság, és akkor van ez az alja a rész, ez már szikes, meg kötődik itt a folyókhoz, de itt látjuk, hogy, ilyen, hogy homokos is. Mindenesetre, hogyha folyómeder van benne, akkor az aluviális, tehát a folyó által közvetlenül létrehozott. És ennek a területnek ez a legjobb állapot, helyzetben levő terület a Duna-Tisza közén belül. Itt, amennyire tudom, néhány méter csökken csak a szalályvíz szint, míg a homokhátságon 10-20 méter, és ott kompletten nincs víz, az a víz, ami nincs ott, az még itt van, de szó szerint is. És a március 28-án az ativizik, az itteni a vízgarázdálkodási felelős hivatal intézkedése szerint akkor megszűnt belvízvédelmi fokozat, tehát üzemrend, amikor is leszivattyúzzák a vizet, ez március 28 a belvizek meg a tavasz tél, amikor annak az ideját nyilván nem vezetjük le a vizet, csak amikor van. Hát igen. Tehát, hogy amikor sok van, nincs sok. Na most, hogy lehet ide vizet parázsolni, az ide tartozik, akkor lehet vizet tenni, amikor van. Elmondtam, akkor lehet a búzát is akkor aratják, amikor élik, a bodzát is akkor keszedni, stb. Tehát a vizet, amikor van, akkor lehet kézenfekvően. Amikor olyan sok van belőle, amikor nem tetszik, nem akarjuk, ó, akartam a vizet, de most már olyan sok lett, nem lehet, hogy ne legyen, ne lehessen, tehát legyen meg a helye. És ezeket a területeket, a területeinken, amik víztartására való, ha tetszik, lássuk meg a tájba a struktúrát. Tehát, hogy nem egyforma a terület, nem homogén asztalap simaságú terület van szó, hanem hogy mire való, hogy az egyik homokosabb, az egyik szikesebb. Amikor kézzel szántott, hogy művelt a gazda, akkor még tudta, hogy a szikbe nem nyomta rá a kétszeresztelésnek. Tehát, hogy most már gépről, már mindegy. De meg a precíziósság jegyében abszolút ez kell, hogy jelentse, hogy a tájhoz precíziósan igazodó gazdálkodást folytatunk, ami például meder, abba vizet tenni. Na most tehát az elve az ez neki, hogy amikor van víz, akkor, és még mindig itt folynak le vizek. Tehát mondom, érte, idén tavasszal legalábbis folytat el vizet. A felső, vagy a középső kiskunságon már nem folynak le vizek, nincsenek felső vizek, soha. Évek óta üresek a csatornák mindig. Tehát a kék vonalak megvannak a térképen, de nincs bennük víz. Válaszolok a kérdésre. Hát nem. Én meg csak jelzem. És viszont van ennek a területnek felelősei, vannak ebben a tekintetben felelősök, mindenféle csatornaőröktől kezdve vízügyi igazgatókig, illetve mezőgazdasági, területhez, a politikus is. Tehát van egy államigazgatási rendszer, amit el lehet kezdeni rángatni a szoknájukat. Szerintem radikálisan előpállva, meg nem értették az eddigieket, és meg összefogva nyilván mindig megkapjuk, hogy tehát akkor nincs rá igény, meg társadalmi igény. Hát akkor tessék megnyilvánítani a társadalmi igényt. Ezen vízválasztó fórumoknak az egyik funkciója az lenne, hogy támogassa, ha tetszik, szítsa ezt a társadalmi igényt, hogy nyilvánuljon meg a hivatalnokok felé. Felé, mert viszont annak, hogy a vizet hogy adják ki, ott visz, meg üzemrendek vannak, ugye, hát hogy nem lehet kiadni, amikor van, stb. Tehát, hogy nehéz. Úgy, ha könnyű, így lenne, már lenne benne víz. Bocsánat, ti. Én Bádellat
Lacit szeretnék kérdezni. Ugyanez a csatorna üzemrend, tehát itt a csatornáknál, amit neked is mondtam, elsődleges dolog, hogy milyen funkciója van a csatornának. Tehát nem mindegyik csatorna tud vinni és hozni is. A csatornáink szerintem 80%-a az csak visz. Tehát, hogy nem kettős működésű, tehát mondjuk nem is tudja tölteni esetlegesen, és nem is fogja feltölteni neked. Pont ami felétek van csatorna, bocsánat, egyetlen nem látom esélyt, hogy abba vizet lehetne a vízügyön keresztül jelenleg varázsolni. És akkor beletettük, kérlek, kicsit szerintem mesélj nekünk erről. Pont most volt a Hidrológiai Társaság éves vándorgyűlése, és ott pedig tök jókat hallottál, meg tök jó témák is feljöttek, meg nyitottak voltak felé. Vagyis a témák. Próbálok gyorsan néhány példát mondani. Egyik a Hidrológiai Vándorgyűlésnek a mondata, hogy vizet a tájban, tehát már ez is eredménynek számít. Volt a végén egy panelbeszélgetés, ahol hozzá lehetett szólni. Ez ahány szakember ezt úgy definiálja. Vizet a tájban, a Péter ott lett volna, nyilván azt mondta volna, hogy szépen vissza az ereket. De volt olyan, aki dicsőítette a úgynevezett tikerírrendszert a Tisza középső szakaszán, ahol már két irányúak a csatornák, és vannak halastalak és vízfőlek. Tehát vannak jó példák, hogy a növelni lehet a visszhasználatot, és megvan a technikai lehetőség is. Volt olyan, aki azt mondta, hogy igen, végre elismerik, hogy a vizet a tájban meg kell építeni a vízlépcsőt. Tehát mindenki saját feje szerint értelmezi, ezért nagyon fontos a párbeszéd. És ezért fontos az, hogy nincs egy megoldás, nem jó mindenkinek. Tehát a homokhátság víz problémáját a homokhátságban nem lehet megoldani. Mert annyira nagy a vízhiány az egész országban, hogy ha nem használjuk ki a Zsolti síkságot, vagy nem használjuk ki a Tiszának a mélyen fekvő területeit, hogy ott maximális párolgás legyen, akkor gyakorlatilag így fog még gyorsabban párolni, mert nincs annyi átlagos párolgás. Tehát ha a középen nagy a hiány, és nem segít bele a külterület, akkor megmarad a nagy baj. Tehát ez nagyon fontos, hogy az erdészettől elkezdve a rizstermesztőkkel mindenkivel együtt kell működni, és mindenki motiválja arra, minél több vizet használsz, annál jobb. A Műszaki Egyetem bemutatta, közelebb, igen, jó, meg ezt a mikrofon. A Műszaki Egyetem már évek óta számolgatja azt, hogy a nagyobb beruházás és átalakítás nélkül hogyan lehet ezekbe a most meglévő erekbe, folyó árvokba vizet kivinni, és hogy két több kilométert ki lehet. Ennek a egyharmada az beszivárogna tavalyba, tehát az a irány is támogatást élvezne, de hát ott se lehet mindig... Ja, bocsánat. Ott se lehet mindig kivezetni, tehát a folyó mélyülése miatt már bizonyos szint vízhozamnak kell ahhoz lenni, hogy ez a kivezetés is megtörténjen. Tehát egyre összetettebb a feladat, és egyre több embernek kell együtt gondolkodni. Elindult valami, segítsük és gerjesszük. Egyetértek. A mikrofon tartásának megfelelő formája állítólag el. Jó? 45 fok, 3,5 cent a szájtól. Kipróbálják. Hogy erre tanulságként hadd mondjak, anélkül, hogy ismerném pontosan a területet, nyilván nem ismerem, 15 km innen azt mondott el. Na most kérdés, hogy volt abban víz valaha a csatornán, tavasszal van benne víz, úgy kérdez, télen nincs benne, télen sem. Mert itt meg kell nézni, hogy mi a Tisza víz magassága, én elvi megoldást akarok keresni, illetve azt akarom aláhúzni, hogy ha jelenlegi rendszeren belül nem látok esélyt arra, hogy ahogy elhangzott, hogy a vízügy abban vizet adjon, igen, azért nem adott. Tehát, hogy ezeket kell megváltoztatni, valahogy olyan szempontból ránézni a mindenkinek, ezeknek, akit említettem, hogy jé, tényleg, itt volt belvíz, két hónappal, vagy pár hónappal előtt volt belvízelvezetés, hogy azt, hogy érintette, hogy nem, azt nem tudom. Jé, itt elfolyt ennyi-annyi magasságban, mert összesen 7 milliárd köbméter víz elfolyta a szegedi szelvénybe, vagy 8 a télen, ami valószínűleg nem megy oda föl mechanikusan, de és ezért akarom kibontani, hogyha azt beteszik ide, ahol a befér, a Kis-Tisza, meg az egész ökrözet egyébként, a megfelelő átalakításokkal,
akkor már közelebb van 5 kilométerrel a víz, és már az bemegy, beviszi a szél, tudom ellen, mindegy tartok, már sokkal inkább van, és ez a lényeg, hogy a homokátságot megmentéséhez az kell, hogy amit tudunk viszont vizesíteni, úgy mint Dunai síkság, meg a Tiszai, alluviumok, ártéri öblözetek, azokat vizesítsük. De az nem a homokátság. Ha a szomszédban víz van, az már jó a homokátságnak, nem szívja le a homokátság vizét, másrészt meg mégiscsak tud jobban pótlódni, mint ha ott nincs víz. És úgy értem ingyen van, hogy nem arról van szó, hogy 20 km per szekundumot felszivattyúzunk a homokátságra, ami ott csapadék tekintetében hibahatáron belül van jóformányú hozzáadása. Hát nem egy sima dunai vízpótlás, szivattyús vízpótlás, őrült összegekkel különböző számok vannak, de 100 milliárd forintokról van szó, meg 1000 milliárd forintokról van szó, az nem hoz megoldást ezen változtatások nélkül, ezt hagy rögzítsem, mert ez fontos. Három dolog lesz. Egyik az, hogy a vizet nem vezetünk el a homokátságról és a környékéről télen se és délen se. Mert erre azt mondta, hogy nem vezetünk el, de elvezetünk. Tehát a DVC önmagában, amikor az, hogy a bajai zsirip van, és a több víz megy ki, mint amennyi a felső részen befolyik, az a homokhátság vize. És ez átok csatorna, ez 100 év, 80 éve, ez vezeti el a vizet a homokhátság aljára. Tehát van vízzel vezeti, nem vezeti. De hogy ezt hogy oldjuk meg, hát innentől kézen fekvőbe, nem vezetünk el télen se és délen se. A Tiszába is mentek le a vizek. Jó. Másik, hogy a tájhasználatot igazítjuk. Tehát nem tartunk csak olyan tájhasználatot, ami vízrabló, vízkosító, ami nem ide való. Mi például az erdőtelepítési, újratelepítési törvényt ide nem érvényesítjük, mint hogy van, tudják, hajtálkodó. A erdősítény, ugye az erdők védelmében, ahol erdő volt, vagy felültetvény, ott ugyanazt kell fenntartani. Ökológiailag az a fa már soha nem lesz itt vágás alatt, ami most ültetődik. Nem is jön be neki, tehát már ott tartunk, hogy elértéktelenek az erdő minőségű földek, vagy beosztottságú földek a homokátságon, mert van ez a művelet, ez az erdőfeletes kötelesség, amit nem lehet megcsinálni. Tehát itt az megint akkor szabályozás kérdése, átírják ezt a szabályt, stb. De az a lényeg, hogy a tájhasználatot igazítani kell. És a harmadik pedig az alluviumok, a környező alluviumok feltöltése. Jó, ezt csak rögzítettem, hogy a sarokban megbújó állapotkárokat. Máté Gábor vagyok a Kutatáról. Mondani egy kisebb kérdésem lenne. Egyrészt azt gondolom, hogy mi most itt a víz problémájával foglalkozunk, de ennél sokkal összetettebb azt gondolom a probléma, és a problémának a veleje az pedig az ember mértéktelenség. Nem képes az ember, az emberiség egyenlőre még egy olyan kapat nem kap arra, hogy mértéktartóan fogyasszon, és annyit fogyasszon, amennyire tényleg szüksége van. Ez jellemző nyilván a víz megtartás és a vízgazdálkodása is. Ami kérdésem viszont lenne, az pedig az, hogy egy tájékoztatón vettem részt kb. Másfél évvel ezelőtt, ami arról szólt, hogy hogyan lássák el vízzel a homokhátságot. Ennek a nagy vonalakban a lényege az lenne, hogy fajsznál két csövön másodpercenként 16 köbméter vizet pumpálnának, először hajós magasságába, és itt ezt a 130 méteres vízszintet át kell valahogy lépni, ezt nem lehet egy lépcsőbe átlépni, utána ezt a hajós környékéről átpumpálnák kis kunhalas magasságába, és aztán a különböző Nórahalom, illetve a Tisza felé haladó meglévő csatornákon, illetve részben épített csatornákon ezt a vizet vezetnék tovább olyan szinten, hogy a Dogér be is kerülne ebből a vízből, magyarul a Dunából szinte mondhatnák azt, hogy ellátjuk a vízzel ilyen formában, ami persze nem lenne rossz dolog, és akkor mikor én felvetettem ott erre a dologra, hogy ezt én nem tudom megítélni, mert nem vagyok közép szakember, hogy ez jó hatással lesz, bár a gazdák azt hiszik, hogy ebből öntözni lehet. Veszettő nem az öntözésnek a célja, hanem éppen az, hogy a talajvízgazdálkodását valahogy valamilyen módon javítsák, vagy legalábbis ne romolják annyira. Hogy miért nem együtt megy a gondolkodás a Tiszával, mert hogyha a Tiszában is megemelik a Tiszában is megfelelő
víztöbletnél ezeket a víztöbleteket behajtjuk éppen a mi környékünkre ide, ahol a tárolása megfelelő helyek vannak, akkor ez a víz ez megtámasztaná azt a vizet, ami onnan jön, és ilyen alapon már ezen a magasabb szinteken sokkal több víz maradt, ami a te problémádat is segíthetné. Tehát, hogy nem feltétlenül oda kell vizet juttatni, hanem az, hogy innen minél kevesebb elszívó erő legyen, és ami onnan fönt jön, az be tudjon oda támaszkodni, mert lefelé nem tud jobban folyni. Tehát kérdésem az, felintek, akik van itt önök ez a témához, hogy van-e ebben az elképzelésben ráció, mert ez egy komoly mérnöki munka előzte meg, és talán most már tervet is készen van. Abba az elképzelésben, hogy mondtál, van rációt komplexen kell kezelni. Ameddig jutnak a mostani hivatalos mérnöki munkák, illetve kezdeményezések, pontosan a költségcsökkentés kompromisszuma mentén, az a vízpótlás. Úgy értem, hogy vizet felhozni a homokhátságra. Ez a 16 köbméter per szekundon beszélnek 5-től 20-ig hallottam így első lépésben, különböző változatok vannak, 1700, akkor most már mondom, 1700 milliárd forintos tervet elkészített a Visitor Vendrön, a központi tervező cég. De nincs benne ez a komplexitás, amiről itt beszélünk a rendőrön. Ráció lenne benne. Volt szerencsém látni a két tervet, az egyik, ami fönt Dobosról vezeti ki a vizet, és nagyjából egy 40 négyzetkilométeres területre elég. Így jó? Jó, így is, de jó. Most már megtaláltam a Pétertől, hogy az államhoz fogom, és akkor működik. Na. Tehát a lényeg az, hogy igen, valóban két csövön, két állomáson megemelve kerül föl 40 méter magasra, és olyan gyönyörű a programnak a neve, hogy az ember hanyattől, hogy komplex, teljes homokhátság minden, és amikor megkérdeztem a tervezőket, vagy a résztvevőket, hogy tudják-e, hogy ez mekkora területnek oldja meg a problémáját, ott fejbe ki tudtuk számolni, max. 40 négyzetkilométer. Tehát ha azt, amit mondok, hogy minden négyzetméter számít, a 40 négyzetkilométer pontra homokhátság mérete, tehát nem oldja meg a problémát. Ezért veszélyesek az ilyen hangzatos, címzetes beruházások, várjuk a csodát, de nem lesz bele csoda. Ugyanez a hajósi, ott azt hiszem 6 csőről van szó és nagyobb átmérőjéknél, tehát az is meg van tervezve, műszakilag jó, működőképes, de van benne kicsit idő. Ki fogja üzemeltetni? Nincs meg rá a társulat, nincs meg rá a fedezet. Tehát hiába lesz megépítve, az energiát fog elnyelni. És a legjobb emelő a nap, mint mondtuk, hogy a napenergia. Tehát azokat a feltételeket kell visszaállítani, hogy a nap hatására a vízbőség menjen föl, és legyen helyi csapadék. De ez sajnos nem fog úgy működni, hogy egy helyen megcsináljuk, mert csak a oázis hatás miatt még több vizet, még gyorsabban elvisz a táj. Tehát ez egy komplex program kéne legyen egész Közép-Európára, hogy ebből valami működőképes dolog legyen. Tehát magyarul én nem látom olyan fényesnek ezeket a terveket. Ezek tűzoltásnak, válságkezelésnek jó, de a teljes programát nem fogják megoldani. Ahhoz minimum az kell, amit a Pontos Lászlóik megterveztek, vagy megnéztek, hogy két kilométernyit visszatartani körülbelül a Tiszából, de még az is kevés. Tehát itt a felszínhőmérséklet csökkentése, növényzet, folyamatos növényborítás, ez az egész négy nap, ami itt van, mindegyik része kritikus. A gyümölcsészettől elkezdve a fás legelőkig, nem tudom még mennyi programot emelhetnék, de mindenki, aki jól csinálja a dolgát, ezt segíti. Tehát kritikus ez a négy nap, ügyesen csinálják. Jó. Kérdéseket várunk. A Národi Patárnak Iratrendek Vízés rendhagyó módon mindenkihez fölmenném a kérdést. Az pedig úgy hangzik, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy központilag, országosan minél hamarabb szüntessük meg az aggódítét. Hát nagyon-nagyon kevés a kész.
Én arra kérem a vízválasztókat, hogy győzzék meg legalább az itteniekkel, tehát hogy menjen a torockaink, hoztam még itt vannak, és akkor tartsunk erre egy nép szavazást. Tehát, hogy valami konkrét lépés is legyen előre. Én is ott tartottam, hogy éppen kérdezni akartam így az itt sorba ülő szakemberöktől, mégpedig ez a mérték-lépték kérdés, tehát hogy mi számít homeopátiás mennyiségnek, és mi számít már valami értelmezhetőnek. Tehát vagy a homeopátiás és a jelentős mennyiség között még ott van az infúzió. És hogyha megnézzük, tehát ez az egyik kérdés az eddigiek, tehát 16 köbméter per szekundum mennyiségű vizet főpumpálnak rengeteg energiával a homokhátságra, és az van, hogy és mennyi az, ami mondjuk elpárologna, és ami elpárolog a 10.000 négyzetkilométeren, és ami elpárologna, annak hanyad része lenne elég arra, hogy legalább infúzióra kösse a természet működését. Szerintem valami, tehát ez a vödörbeszorás dolog, ez egy nagyon érdekes dolog, mert az angol vécéknek a megszüntetése, ez is valamennyire, tehát a vízkincsünknek a része, illetve hát amivel kéne gazdálkodnunk, az ugye nagyságrendileg az árvízi víztöplet, aztán a csapadékvíz, belvíz, és természetesen a harmadik az a tisztított szennyvíz. Ezek között léptékbeli különbség van, mert a tisztított szennyvíz az ilyen 500 millió, tehát fél köbkilométer nagyságrend, míg a belvíz az ilyen belvíz csapadék az, illetve az elvezetett csapadékvíz az ilyen 3 balatonnyi méret, az árvízi víztöbletök pedig 10-11 néhány balaton mennyiség, és a tisztított szennyvíz az csak egy, nem tudom, egy negyed balaton, és annak is erre a tevékenységre eső része az csöpnyi mondjuk a fürdéshez képest és a többi, tehát itt is ezek a lépték dolgok megjelennek. Ez egy kicsit hozzászólnék, mert pont van egy ilyen aktualitása, aki volt itt a délelőtti előadáson, hódmezővásárlói vagyok, és hogy ezeket a példákat egy kicsit megdrágítsuk a gyakorlatba. Hódmezővásárlón üzemel egy szennyvíztisztító telep, és van egy átmenet a alomszék meg a langó WC között, méghozzá az, hogy Orszár professzornak a számai alapján körülbelül 5 millió köbméter, vagy egy 50 ezres város körülbelül 5 millió köbméter vizet emel ki, és szennyezel, ez egy kisebb folyónak a éves kapacitása. És Hódmezővásárhelyen egy állami beruházás keretében most 18 milliárd forintot akarnak költeni. Gyorsan fölment 6-ról 18, azt hiszem most ez az utolsó számot, de szennyvíztisztító telepnek a kapacitását növelje. Kicsit így rímel erre a város ökológiai témára is, amit poncolgattam itt délelőtt. Fölajánlottam a polgármester úrnak Vásárhelyen, hogy dolgozzuk ki azt a koncepciót, hogy ahelyett, hogy ezt a 18 milliárdos beruházást mondjuk elkövetni a magyar állam, persze nyilván nincs könnyű helyzetben, mert ez egy állami beruházás, az meg egy önkormányzat. Építsünk szivacsvárost Hódmezővásárhelyről. Tehát ugye azért kell a kapacitását növelni a szennyvíztisztító telepnek, mert a szennyvíz és a csapadék összekeveredik. Fordítsunk arra, ezt a pénzt arra költsük el, hogy válasszuk szét a csapadékvizet a szennyvíztől, sőt a szennyvizet is gyakorlatilag irányítottan vezessük ki a tájba, megvannak azok a természetes infrastruktúrák, régi medrek, amiben alkalmas lenne ezeket beszivárogtatni és elszikkasztani. Erdővel vagy zöld növényzettel nyilván föl dolgozni, fölszívni.
az, mint egy természetes légkondicionáló berendezés visszapárologtatná a város klímába ezt a vizet. Ott tartaná a rengeteg tápanyagot, a nitrogént, a foszfort, amit ugyanolyan káros elvezetni a környezetünkből, mint a vizet. És hát nyilván, hogyha én alkalmassá teszem akár a városi területeket arra domborzatilag, vagy növényzetileg, hogy a helybe keletkező csapadékot helybe tartsák, akkor okafogyottá válik mondjuk egy 18 milliárd forintos beruházás. Még gondolkoznak rajta, hogy ezt így átvegyék ezeket a gondolatokat. Ezzel szemben most csak 3 milliárdot költöttek el a hótónak a medrébe, építettek egy téglalap alapú úgynevezett vésztározót, aminek az a funkciója, ezt a vízügytől hallottuk, hogy soha ne legyen benne víz. Tehát ez egy ilyen havária tározó. Ez arra való, hogy a Kis-Tisza csatornába, hogyha a vészhelyzet van, ha véletlenül egyszer lenne egy ilyen nagy vízes időszak, akkor legyen hova kikormányozni a vizet. Én úgy szoktam mondani, ez olyan, mint hogyha a Balatonba építenénk egy úszómedencét, így a közepére, tehát pont úgy is néz ki, tehát egy kvazinagy meder a hótónak a medrébe, csináltak egy téglalap alakú tározót, aminek van egy beeresztő műtárgya, vagy egy kieresztő műtárgya. Azt hiszem 3-4 éve elkészült, még egy decivizet nem engedtek be soha. Úgyhogy ezeket kellene egy kicsit összefésülni. Nagyon fontos lenne, hogy a hatalom vagy a döntéshozók megértsék, de nagyon nehezen haladunk, tehát sok energiát tettem el a vásárhelyen, de nem állítom, hogy értünk. Még az előző kérdéshez, hogy a vízmennyiség. A 80-as évekhez képest most 4 köbkilométerrel több párolog évente, az 2 balatonnyival több. A párolgás igény meg megnőtt, hogy 3 balatonnyi, 6 köbkilométernyi a párolgási igény. Tehát nagy mennyiségű vízről van szó, amit számokat itt mondtunk, messze nem tartunk ott, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Tehát jóval nagyobb beruházásról van szó, és minden eszünket és lehetőséget ki kell használni, hogy ezt megtegyük. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az az elektromos áram, mondjuk, amivel szivattyúzunk föl 40 négyzetkilométerre, megoldjuk a problémát, onnan jóval nagyobb a napenergia, sokkal többet tud felvinni. Tehát ismétlem, minden négyzetméter számít, 1 milliméter csapadék, vagy öntözés, vagy teljesen mindegy, hogy honnan számoljuk, 1 négyzetkilométeren az 1000 köbméter. Most ilyen időben 10 milliméter egy nap simán el tud párologni, tehát 10 000 köbméter víz kell egy négyzetkilométerre. Innentől kezdve el lehet kezdeni számolni, hogyha 3 ilyen hónapunk van egymás után, és egyre nagyobb területen, akkor ez óriási mennyiségű víz, és ezt kell megoldanunk, ehhez kell a nagy vízeket abszolút megtartani, szétteríteni. Az angol WC kapcsán hadd válaszoljak, mert emblematikus a probléma, vagy kérdés. Köznevelési szempontból hoznám azt, és nagyon fontos az értékrendi szint nálam, ugye mondtuk, hogy mit gondolunk a dolgokról, mi a jó, meg mi a nem jó, és annak megfelelően fogjuk a struktúrákat kiépíteni, és azok működnek valahogy, és viszik el a vizeket pont most. Most ezért az értékrendi színnek kell megváltozni, és ezért jó felvetés ez, vagy ide való felvetés, hogy például az angol WC most egy civilizációs alapfoknak tűnik, hogy az van az emberek értékrendjében, hogy na hát az pedig már fejlesztve. És közben én csak annyit mondok, nem fejtjük ki részletesen, talán most is tegnap előadást már a Szijjártó Csilla, aki ezzel foglalkozik, a országprofesszor volt említve a vízönellátó rendszerre, utána lehet nézni. Egyéb tekintetben, és én csak üzenem és aláhúzom, hogy vidéki közegben, tehát akinek udvara van, és talaja, meg földszinten lakik, annak azért ciki angol WC-t használni. Felesleges és ciki, tehát ilyen szemben teljesen állom. A tiltás meg ezek, ugyane, én tudjátok, hogy egy finom mikat ember vagyok egyébként is, tehát nem vagyok ilyen semmiféle radikális vagy ilyen erőszakos megoldásoknak, de tehát nem értenék meg, ugye, hogy klasszikus viccre utalnak. Tehát mellé tenném a magyarázatot, hogy miről van szó, és egyébként el kéne kezdeni erről beszélni. 2000-ben mondjuk 40 évvel előtt kellett volna elkezdeni beszélni, meg kell említeni hozzá a közmű olló nyitása, viszont, tehát az, hogy bevezetjük a vizet, és nem oldjuk meg
elvezetését mellíteném, hogyha érdekes módon le van vezetve egy víz a háztartásba, akkor tízszeresére növekszik meg a víz igénytelenség. Ahhoz képest, hogyha a kézzel kell neked odavinni. Ezeket valahogy átgondolni, és azt, hogy felfogni, és már itt elhangzott, hogy nem fér bele. Tehát az eddigi viszonyunk a vízhez, a dolgokhoz, a természethez, a barcelonai olcsó repülőjegyhez nem fér bele. Tehát megbukott, és őrültül ezen kell változtatni, és azt is úgy megszok, hogy nincs abba semmi, hát nem egy nincs, ezt mindenki gondolja át, most nincs idő ezt kifejteni, már angol vécé vagy a komposzt vécé mondjuk ki kapcsán, de a komposztálódási folyamatra is itt ugye megint hát az alomátitatás volt. Tehát hogy attól, hogy vízzel létre van hozva a fekete víz, azt is lehetne még intelligensebben kezelni, mint ahogy most kezelik idétlenül nagyon drágáért. Tehát ezek az alomátitató teletek, mondom még egyszer, országprofesszor úr ezt tudom. A legfontosabb, hogy minden új beruházás építészeknek úgy kéne tervezni, hogy szürke víz, fekete víz külön, és amíg nem lehet külön kezelni, addig utána a házon kívül összekötetik, de minden új beruházást így kéne létrehozni, és megteremteni a jövő számára a lehetőséget. Ugyanígy minden épületnél a víz megtartását, helyben való tartását. Adót kéne kivetni arra, akinek a csapadékvíze kifolyt az utcára. És ott többi. Tehát ötlet bőrze kell, és elkezdeni agyolni, hogy melyik önkormányzat merje megcsinálni először, és mutat jó példát a többinek. Hát tézisekben fekete vizet nem hozunk létre, szürke víz nem szennyvíz, hanem előforrás, nyilván nem inni, hanem árasztani talajba, stb. Csapadékvíz pedig pár nem szennyvíz. Tehát körülbelül ennyi. Most ugye mindent a csatornában el van, ahogy országprofesszor mondta, és egy őrült káros meg üdvétlen. Köszöntöm én is a társaságot, Kocsis Sándor, hogy a Szolnokra végeztem. Én valamikor víz és szennyvíz technológiát tanultam. Így most jó? Tehát valamikor víz és szennyvíz technológiát tanultam, ebben végeztem valamikor a rálátásomban. Ugye a közben elment az úriember. Annyit tennék hozzá, hogy a háztartási szennyvíz, de az ürülék elenyésző rész. Tehát nem kérdés. De veszélyesebb a természet szempontjából, ami mellette van, mosószer, stb. És akkor még ide a hódmezővásárhelyi szennyvíz tisztító technológia, az annyit fűznék hozzá, ha nem haragszol, nem kötekedésként, csak tehát emiatt a más szennyeződések miatt kell tisztítani a kommunális szennyvizet, és sokszor a csapadékvíz egyes technológiák szempontjából lehet, hogy jobb, ha itt megy a trotyival, mint a külön. Az előtte elhangzott témákhoz, vagy beszélgetésekhez kicsit úgy érzem, hogy lehet, hogy bedobok egy kavicsot a tó, vagy kicsit nagyobb hullámokat verjen. Szóval az Alföld vízháztartásának a rendbehozása, vagy egy átlátni rendszer. Jól érzem én, hogy ez nem egy tiszta teljes vízgyűjtő területe egyben kezelve nélkül. És akkor ilyen nagyon hétköznapi részlet kérdésre is akár lebontva, hogy csodálatosak ezek a tervek, meg legyenek, meg gondolkodjon benne mindenki, meg ki fogja ezt megcsinálni. Én azt látom, 85-ben végeztem, töredéke a szakmai képzésnek azok, akik benne maradnak a szakmában. Tehát egyrészt nincs is szakember. Kettő, a gépész sincs, aki a markolót kezdeni. Tehát ilyen szempontból is látják-e, hogy az erőlépésnek mekkora akadálya van, vagy mennyire bízhatunk ebbe a dologba. Tehát nagyon jó, hogy végre már gondolkodunk róla, beszélgetünk, meg jó irányú dolgokról beszélgetünk a vízhasználás szempontjából. Tehát itt egyéb mellé kérdések is vannak. És akkor valahogy erre a választ tudnátok adni. És akkor még egy megjegyzésem mehetnénk bővített mondatva, hogy nagyon jó, hogy legyen víz. Azt se bánom, ha tök tiszta H2O. De én a vizet,
a folyókat, én azt mint egy élő világot képzelek el, és hát ott is nagyon sok javítani való. Ha mindezt esetleg mellé tudjuk tenni, hogy kettő ideig. Köszönöm. Ezt az a legjobb is, hogy ez az utolsó kérdés, nem értettem annyira, hogy a déli világ javításának hát, mit. A mikrobiológiája valaki egészen, a növényzete. Akkor is három témát eltérítettem itt a kérdésbe. Amikor már nagyon jól érzem. Első volt mezőversenyre. Nem csak a... Ja, igen. Tehát igen, tehát ugye van az a mondás, hogy ha egy hordó borba beleteszel egy deci szennyvizet, akkor szennyvíz lesz, egy hordó szennyvízbe egy deci borta szennyvízbe. Tehát hogy igen, tehát itt azt az alapelvet értsük meg, és én azt mondom, hogy ezen a szinten a maradunk az jó, mert ez nincs meg még a magyar közgondolkodásban. Ez, hogy a fekete víz, az nem szürke víz, csak nem muszáj lép, ezek. Tehát ez egy kicsit tudatosuljon ez a kettő különbsége. A másik a nagyon fontos a rendetér, ugye a mosószöve. És a szennyvíz kapcsán egyáltalán. Tehát a szennyvízet, sose felejtjük el. A szennyvízet az emberi tevékenység hozza létre. Úgy, és annyit, és amilyen, ahogy csináljuk. Tehát az lesz benne a víz, amit beleöntünk, és amit nem öntünk bele, meg nem lesz benne. És annyit, amennyit beleöntünk. Tehát nem kell a hulladék problémánál ugyanez. Nem kell szelektíven gyűjteni, nem kell eldobálni, nem kell megvenni, nem kell legyártani, ez három szint. Ja, hogy akkor az már érinti a GDP-t, neked az egészet, hogy az egész dolog, amit gyártunk, amivel tényleg az szemét tulajdonképpen, és minél hamarabb szemét lesz belőle, annál jobb a profit termelési mutatója. Ugye? Mert ez van. Ja, akkor mégiscsak igaz az a tétel, és tudom, hogy gyorsan haladok, hogy nem vélem érzitek, de ugrok ide, hogy hamis ez a világ, amit gondoltuk róla, amit mondanak az egész, és akkor ez nem gyíkemberesdi, hanem hamis ez a világ. Tehát, hogy ezt hozzá lép, és itt látjuk. De mindesetre a hulladék is, a vízi hulladék, mint szennyvíz, kapcsán ezeket azért érdemes átlátni, ha már ez meg van egy kicsit, és nincs meg, akkor már nagyon haladnánk. Ez az egyikre a válasz. Az utolsóra, hogy sok mindent kéne, én azt mondom, hogy köböl a bűvös kocka jut eszembe, ami nekem elég, hogyha öt oldala ki van rakva, mert akkor a hatodik kirakódik magától a maradékból. Tehát, hogy a természetes rendszer olyan van, vagy egy jó megoldás az olyan, hogy ez mindenkinek jó, bármilyen kulcsa. Korlátoskat állít fel, tehát mondjuk télen, tél van, nyáron meg nyár, a férfi a nő meg nő, tehát ezek korlátok, de mégis az összességében az egész rendszer összeáll egy jóként, ezt ilyen eredendő rendnek. Eredendő teremtett, vagy evolúcionálódott nekem mindegy, hangsúlyozom, egy eredendő lenne. És ettől tért el nagyon a modern világ, ebbe ment el, és utána a beavatkozás szűr elve alapján mindenféle munkahelyek teremtődtek, meg dolgoznak, stb. Ja igen, az is tétel, hogy nincsen vele ezt működtetni. Hát, hogyha nincs, akkor nincs miről beszélni. Akkor jó, akkor a siva csasa nem is lesz. A kérdésem arra mondhatjuk volna, abban van-e mindezek mögött az elképzelések, vagy tervek, mert gondolkodás ennél lényeg? Hogy ez kikkel? Hát, én azt szeretném, ha már egyébként mondod meg, hogy tényleg ez a politikának egy olyan döntése, hogy ezeknek a szokatlanosan kivazok van, akkor csinálj. Na, én erre azt gondolom, hogy a jelenleg ez a rohamosan fogyatkozó népesség, hanem Magyarországon van, ez, aki itten csinálja ezeket. Tehát én nem gondolom, hogy Brüsszel és vagy Moszkva miatt vannak itt a bajok, hanem ezt a magyar szakember rétege. Én csak nem is a politikusi, mert annak is jutnak. És akkor belejék egyébként a politikusok, a körülbelül a gátértől nyilván a politikusokig, nyilván megfelelő súllyal, azoknak a felelőssége, de a lehetősége is, tehát ez nem csak egy káromló mondat, hanem ez jó is, mert hogyha a magyar szakemberek másképp gondolkodnának Magyarországról, a tájról, a vízről, ezen dolgokról, akkor hétfőről kedvőszerdára másképp lenne az egész. Tehát ezt a köztudást, közértékrendet kéne úgy alakítani, hogy ez úgy másképp legyen meg. Azok, akik itt élnek, azok a kevesek. Hát ha megnézed az országot, nem tudom, hogy mi az, ami működik. Már úgy mond rendesen, tehát nincs jól. Tehát ezzel lehet lapozni, addig amennyire meg amennyire mi még vagyunk, annyira működjön jól, azokkal az állatitkárokkal, miniszterekkel, osztályvezetőkkel,
alugazdászokat átörültek, akik vannak, nagyot lehetne ugrani. Mindaz, amik vannak a jelenlegi szabályzók, a jelenlegi vizek mellett, a jelenlegi zsinitek mellett, a jelenlegi csatornák mellett, nagyot lehetne ugrani, hogy ez a soft részek, a szoftver lenne átprogramozva. Csak egy fél mondatban is fejlődik, hogy nekem lejön az egész történetből, hogy ha a folyószabályozást meg tudtuk oldani, ám minden a 150 évvel ezelőtt, kubikusokkal és kézzel, akkor nehogy már gépekkel, kőolaj mellett ne tudjuk visszacsinálni kettő párccal. Pont, amikor hivatkoznak a realitásra, hát ezt így hozták létre, ezt a realitást, kőkemény munkával, ugye verítékes honfoglalás írja a bűzsúcsú, ellenműködés, ellenhat, rengeteg pénzzel, nyomorúsággal, stb. Hozták létre. Itt az eredendő rend felé való kicsi elmozdulásnál idézne hivatkozni arra, hogy ez most nem jön. Ott a másik mikrofon, és ott egy kérdés. A létre zászlóhoz eredendő rend. Ezt úgy hívják az ökológusok, hogy szukcesszió, én úgy mondom, hogy a felépülés. Tehát a természet létrehozta ezt a rendszert. Ha mi ebben nem illeszkedünk bele, akkor kiírtjuk magunkat. Tehát a civilizáció most közelővel hajt az önpusztítás felé. Tehát óriási összefoglalás szükséges, ezt nyilvánvaló, hogy nem megy egyik napról a másikra, de a ma uralkodó társadalmi rendszerek teljesen mindegy az, hogy most vörös vagy kék vagy sárga vagy akármi, mindegyik erre a logikára épül. Tehát az emberiségnek, egy erdész barátom mondja, emberiség 2.0-nak kell kialakulni, hogy ezt a rendet felismerje, és a szerves az kult szó, a szén erre kell, hogy a talajban mindenütt ez az organikus körfolyamat működjön. Ha ez működik, akkor van megoldás, és ez baromi sok egyeztetés, érdekegyeztetés fel a hajrát gyűrjük fel az indulját működik. Köszönöm, hogy mindenkit, ha lakjuk. Bátyás Izolda vagyok, az iskolakertekét alapítványtól jöttem, és ahonnan jöttem, ez a kérdés mindig azt veti fel bennem, hogy hogyan lehet a gyerekek szintjére, a jövő generációját egy másfajta gondolkodásra nevelni ebben. Az iskolakertjeinkben már gyűjtjük a vizet, odafigyelünk a csepegtető öntözést, ahol lehet kiépítjük, és most megjelent egy olyan irány, hogy egy lakitelki iskolakertünkben, a színeskertben létrehoztak egy esőkertet, ahol a csapadék víz megtartása, a helyi mikroklimának a megteremtése, a légköri aszály problémakörével való megküzdés már ilyen kis szinten, gyerekléptékben is bemutatható. És a kérdésem, hogy mit gondolnak erről, illetve hogy még milyen egyéb módszer bemutatható egy iskolakert szintjén, ami egy új féleképpen gondolkodó generációt segít elindulni. Lehet, hogy ez kicsit az én témám lesz. Itt nem tudom, hogy itt volt a délelőtti előadáson esetleg, akkor már így kiscsoportos foglalkozás keretében szívesen előadom még egyszer, csak rövidített verzióban. Tehát ugye a kertek ilyen holisztikus, vagy a városkertek, vagy a városi zöld infrastruktúra holisztikus értelmezése szerint nem csak az esztétikát szolgálja, hanem nagyon sok egyéb funkciója van, a vízmegtartása, a városklíma javítása, a városi biodiverzitás fokozása, a városi természetvédelem, turizmus és edukáció, tehát hogy gyakorlatilag ezekkel egy nagyon érdekes gondolat a Green City alapítójának egy néhány héttel ezelőtti gondolatot azóta is szívesen forgatom, hogy ahogy szocializálódnak a gyerekek. Tehát, hogy ilyen döntéshozóval volt szerencsém beszélni, és az volt az egyik mondata, hogy Doli, csak nem gondolod, hogy majd egy ilyen néhány száz négyzetméteres kis park majd megváltoztatja a klímát. Mondom, én nem gondolom, én azt gondolom, hogy egy ilyen néhány száz négyzetméteres kis parkon meg lehet tanítani a következő generációt arra, hogy kell bánni
körülöttünk lévő élővilággal, vagy a természeti környezettel, és lehet egy olyan generációt nevelni, ami nem lesz olyan zöld vak, mint amilyen te vagy, most szándékosan mondom, hogy ezt kinek mondtam, és hogy az egyik funkciója az ezeknek a kerteknek, hogy visszatérve a Green City-s kollégának, egy tájépítésznek a gondolatára, hogy ahogy szocializálódik a kisgyerek, ilyen 3-4-5, nem vagyok pedagógus, de ilyen néhány éves koráig, tehát hogyha a disznósajtot eszik, meg burgát, meg kolbászt, akkor neki az lesz a nagyon jó kaja, vagy habos tejet iszik, mint ahogy itt a délelőtti előadáson elhangzott, akkor az lesz a valami. Ha a McDonald's-ből hozunk neki, mit tudom én, milyen reggeli menüt, akkor nyilván ahhoz fog ragaszkodni egész életében. És ennek analógiája, hogy amilyen természeti környezetben szocializálódik, tehát hogyha egy szép városi park veszi körül egy biodiverz pillangókkal teli évelő ágyás, akkor az lesz az etalon. A panelban gyakorlatilag, vagy a Rópusztaszeri emlékparkban, bocsánat, ez a kiaszott sárga fű, letaposott fű, akkor azt gondolja, hogy az a természetes. A Hódmezővásár, amikor ezek a nagy vizek voltak, akkor 100 pár rétisas volt a tájban. Tehát, hogy az volt a csúcsragadozó, és el lehet képzelni, hogy akkor mi lehetett az élővilágban 100 pár rétisas alatt. Ugye csak hallunk volt, tehát fogalmunk sincs, hogy milyen vízivilág lehetett. Van, akinek hiányzik, de a legtöbb ember teljesen hidegen hagyja. Most, hogy mennyire vagyunk elszakadva a természeti környezet, teljesen indiferens egy városlakónak, hogy van-e denevér, vagy nincs, van-e béka a környezet. Észre se vettük, hogy gyakorlatilag a két értű fajainknak az önét elveszítettük. Tehát néhány év alatt gyakorlatilag a zöld varangyok, barna varangyok, unkák, kecskebékák, tehát itt volt egy elvédnél egy kis beszélgetésbe belehallgattam, ott nekik éppen föltűnt, de a legtöbben nincsenek fecskék, tehát hogy kit érdekel, tehát a városi embereket nem nagyon érdekli, és nyilván benyomjuk utána, hogy a nagyon nagy szükség van a kémiai szúnyoggyérítése, hiszen megennének bennünket a szúnyog. A szúnyog invázió egy tünet, gyakorlatilag az őket fogyasztó élővilág eltűnt a környezetünkből, és ő meg egy nagyon jól alkalmazkodó rovarfaj, és kihasználta azt a lehetőséget, hogy akkor korlátlanul lehet szaporodni. Úgyhogy tényleg nagyon invitálnám, hogy a kerekasztal után akkor itt megmutogatnám ezt a kis installációt, ha már nagyon jó helyzetben vagyok, hogy megépítettük, akkor itt egész jól el tudom magyarázni az iskola kertekhez való kötődést. Nekem is nagyon tetszik, hogy az oktatást kiemelte, mert az a kulcs. Tehát a jövő generációnak úgy kell fölnőnie, hogy lássa a spektrumot. Tehát nem elég csak a jóba beletenni, mert akkor marad a kényelem és a csőlátás. Tehát a spektrumot meg kell nekik mutatni, és élmény, tapasztalatként. Amit javaslok például az önkormányzat ülést úgy kell csinálni, hogy az iskola aszfaltos kézilabdapályára kitenni egy fémasztalt, és a következő fél órát itt fogjuk megbeszélni, délután 2-kor napsütésben. Majd fél óra után bemegyünk, és akkor 5 perc alatt meg lesz szavazva, hogy akkor esőkert meg minden meg legyen. Tehát a tapasztalat, a kontraszt, a jó élmény, a rossz élmény összevetése kulcsfontosságú. És a megerősítés, hogy nem azért mondtam, mert bocsánat, hogy Gagyi vagy hozzá, mert nem érted, nem tapasztaltad meg, nem érted meg, nem tudod, hogy ez mekkora veszély. Tehát próbáljunk pozitívan hozzáállni, hogy ne a lehűjézéssel kezdjük, hanem azzal, hogy figyelj, te nem illet bele magad ebbe a helyzetbe, próbáld már meg, hogy innen induljunk, és akkor meglátod, hogy ez miért fontos. Köszönöm szépen, ha jól tudom, akkor kiállítás is lesz, tehát az iskolakertekkel kapcsolatban még, illetve itt mondom el, hogy a holnapi nap pedig a pedagógusoknak fog szólni elsősorban, tehát nagyon sok program lesz az organikus oktatással kapcsolatban, úgyhogy akit esetleg ez érdekel, holnap nézze meg a programot. Ja, nem, holnap. Nem itt nálunk, tehát nem magunkat reklámozom, hanem a Mogyont. Lényeg az, hogy Pécsi Rita, illetve a Gödi Buda szemből Horváth Szilárd, és még jó pár. Te is adsz elő? Igen. Így van, tehát lesz itt még az iskolakertekről is szó holnap. És... Melyik sátor? A nagy épület szervében.
A oktatáshoz szeretnék egy kicsit hozzátenni egy példát. A Kulcsár doktor úr által üzemeltetett Zöld Gerilla mozgalmon keresztül egy iskola megkereste a közösségünket, hogy segítsünk ilyen környezetvédelmi napon 6-os, 7-es, 8-osoknak a vízről csinálni, és zárt terembe, tehát egy kicsit problémás a helyzet. Viszont azt csináltam, hogy 6-7-8-10 fajta vizet vittem magammal, amit Magyarországon föllelhető, tehát a csapvíztől, a szigetközi víztől, a Szent István, a Hunyadi víztől kezdve, tehát mindegyik víznek megvan a funkciója, és azt mondtam, azt kértem a tanároktól, hogy hozzanak a gyerekek magukkal poharat, mert borozni fogunk. Ugyan néztek furcsán eleinte, de gyakorlatilag, amikor végeztünk minden egyes osztályban, a 6-os, 7-os, 8-osokkal, nagyon jól látható volt az a különbség, amit megéreztek, hogy mindegyik víz egész más funkciót hajt végre az ízületekbe, a szívbe, a test tisztításába, megérezték, és nagy élménnyel mentek haza. Én úgy gondolom, sikeres volt, és ilyen példákat lehet mondani. És még egy példát, hadd mondjuk az oktatáshoz, Báder doktor úr segítségével lejött például az Árpád-kör vízkormányzást megnézni a Műegyetem vízépítési kar tanárai, végigjárták a terepet, megnézték, hogy ez érintetlen 1000 éves csatornákat, és azt mondták, hogy bevesszük az oktatást. Így volt az. Tehát én ezek a jó példák, azt gondolom, de lehet, és csinálj. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e tervben az, hogy a középfokú oktatásba, agrároktatásba ezeket a gondolatokat bevigyék? Mert hogy a jelenlegi tapasztalatom az, hogy teljes mértékben a hagyományos monokultúrális gazdálkodást oktatják. Van terv, de a mi terv bízza bennem. Én tartottam órákat középiskolában, másfél évig. Aztán kimenekültem a rendszerből, kényen szemben. Nem rajtunk múlik. Egy fogalmat hadd pontosítsak, a hagyományos fogalmat azt a tradicionális értelemben használjuk, és ne a konvencionális, a különböztessük meg, tehát megszokott. Jó, nagyon fontos, és nagyon köszönöm, hogy ez feljött, mert ez fontos tisztázni. Egyszer megint a tudatosítás szempontjából, hogy régen a hagyományos volt a hagyományos, de most már a modern a megszokott, az a hagyomány, ne keverjük össze. Tehát megszokott modernül, megszokottan modernül az iparszerűen, vagy pedig tradicionálisan premodernül az ipari előtt, modern előtt, ugye természetszerűen. De én, tehát a tradicionális, a konvencionális. Ez azt gondolom, hogy a pedagógus kollégák felelősség. És lehetőség. Tehát nem szólnak, én mondjuk ott hagytam a középiskolai oktatást, nem csak azon, hogy beleszóltak, de hogy nem szólnak annyira bele. Tehát, hogyha én akarom tanítani a fokhatálkodást, akkor tudom tanítani, most már utána lehet nézni azért. Vagy a tiszta szabályozásról másképpen akarok tanítani, egyáltalán ember természet viszonyáról másképpen, és nagyon fontos, nagyon tanulságos a hozzászólásban, hogy az értékrendi szint, az általam értékrendi szintnek nevezett dolog, az ezt jelenti, hogy mit gondolunk a dolgokról. Itt átugrottam a diát, de itt volt az, én felvillantottam, hogy még a Sulineten úgy van benne a segélyanyagban, hogy sulinet.hu, itt tudom én eletölteni a szabályozás kapcsán, hogy gyakorlat ugye, le volt rajzolva a Tisza, A és B pont, szabályozd a Tiszát, húzd a legoptimálisabb, az egyeneshez leginkább közelítő medret a két. 2006-os letöltésem van, nem tudom, hogy adott legyen, de a köztudatban még mindig úgy, hogy a vízügyi műszaki szakirodalomból is kijön, hogy nem volt jó, még nincs benne, az ilyen hatékonyságomból ennyit el lett. Az egyetemen tanítjuk, a posztgraduális képzésben tanítjuk, de meg hát azért vagyunk itt, hogy is eljött. Tehát hogy... Ez akkor mi szülő próbáljuk meg? Akár, abszolút. Tehát én azt mondom még egyszer, van a köztudásnak súlya, sőt, közértékben köztudásnak van súlya. Milyen szó? Laci, akkor van. Igen, tehát az a cél, hogy a fiatalokat elérjük, és ezeket az információkat eljuttassuk hozzá.
ez lehet úgy egy nagyon energiaforrás igényes módszerre, hogy iskolai oktatás keretében. Ez nagyon nehéz, mert igazából minden csoporthoz, minden iskolába kell jó képességű, jó szemléletű tanár, aki a gyerekekhez is ért, és ezt a gondolkodásmódot is érti. Itt hatalmas embermennyiségről beszélünk, hogy a gyerekeket elérjük. Viszont nézzük meg, hogy mit csinálnak a gyerekek vagy a fiatalok. Ugye idejük egy részét az iskolába töltik, egy más részét nem. És az iskolába töltött, meg az iskolán kívül töltött idejüknek a legnagyobb részét is a virtuális világba töltik. Tehát ott lehet velük találkozni, ahol vannak. Tehát erre kellenek így a megfelelő emberek, akik beszélik azt a nyelvet, és tartalmakat gyártanak, meg influencereket rávenni, hogy egy trendi dolog legyen az. Tehát azt gondolom, hogy ennek a célnak, amiről most itt beszélünk, van egy ilyen oldala is, és ez legalább olyan fontos. Tehát ahogy jöttem be, láttam, hogy ilyen, nem tudom, valami gazdaképző tankönyv a 20-as évekből az MKIR mezőgazdasági minisztérium kiadásába, és akkoriban az volt a módszer, hogy ilyen kőkorszaki módszer ez, tehát papírra ilyen mindenféle ákombákomokat nyomtatnak, ezt összefűzik és eljuttatják az emberekhez. Tehát ilyen könyvek, tehát hihetetlen a mai világban. Na ez akkor valószínűleg működött valamelyest. A mai világban, tehát még vannak ilyen mamutokkal, dinoszauruszokkal szocializálódott emberek, akiket érdekelnek ezek a ózsdi papír tárgyak, viszont rengeteg embert nem. És akkor ezekhez is meg kéne találni az utat, meg a lehetőséget. És az pedig igen, tehát a modern technológiáknak a használata. De nem vagyunk teljesen luditák, de ennek is van funkciója, és akár erősebb hatása is lehet, mint az iskola rendszer nem létező reformjának. Jó napot nekem, Dr. Sándor vagyok. Nagyon érdekes volt az egész nap, én a nap nagy részét itt töltöttem. A délelőtti előadásában említette, hogy személyfüggő megoldás van ezekre a problémákra, tehát egy polgármester azt a szavat használ, hogy vannak oázisok Magyarországon. Tehát, hogy van olyan példa Magyarországon, ahol ez működik, vagy elkezdődött, akár egy vízügyi igazgató, akár egy polgármester, tehát vannak-e élő példák, ahol ez működik? Köszönöm ezt a kérdést. És én az oázist arra jöttem, hogy ha az öntözés fejlesztése, ahogy halad, bármennyire tud haladni, az csak is oázis gazdálkodás így juthat. Ami azt mondja, hogy sivatagban a terület nagy részén, és benne bizonyos helyeken öntöző földek 7%-nyi a jelenlegi számtól földek, de még annyira sincs vízkészlet a nyári vízhozamokban a tisztajalföldön, amit az ország ez keleti fel. Ez a problémát jelentős része. Tehát nincs hozzá, tehát a nyári vízhozamokból a nyári vízügyét nem lehet kielégíteni, tézis, hanem a nagyvízi vízhozamokból lehet táji vízvisszatartásból kielégíteni, ami nem öntözés, hanem árasztás. Nem baj, hogy 12-ére mondtam, mert ez fontos az idő. Tehát köszönjük, ez egyrészt. Másrészt vannak jó megoldások és értelmes polgármesterek, meg kezdeményező, gazdálkodók, itt is volt, ma is ott jöttek hozzám, egyébként sorolhatnak készíteni, nagyon túl sok nincs, de hogy nem kell ebben sorolni, keresnek meg gazdák is, mondom, polgármesterek is, vízügy igazgatóról nem tudok. Az Észak-Tiszán, Felső-Tiszán jobb a helyzet, meg a Tiszán körül, a Közép- és Alsó-Tiszánról sajnos nem tudok, amit jobban is
Igen, akkor szakembereknek egy jelentős része igyekszik, érti, nem ellenkezik. Olyan vízügyi műszaki vezetőről is tudok, aki pozitív, és nem mondom a nevét, hogy ne legyen neki baja belőle, hogy megdicsérem. De azért beszélek ilyen csúnyán, mert tehát bátorítom mindenki, bátorítom, de nem lát, hiába mondhatnánk, hogy most is volt egy csatornán, ha engedtek fizetni. Aranyosabb, de nincs erre már idő. Tehát ez nem lehet. Itt azért sokkal súlyosabb helyzet arra, hogy Leninásztás közé is szerepel gyerekeket, ha ismerjük a kérdéseket. Mert hogy itt nagyon súlyos a helyzet, és őrült felelősség, és kimenekülő is lehetőség van, de nagyobb kéne lépni. Nem csak a vízügynek hangfőzöm, hanem az agráriumnak és vagy főleg, és a döntéshozatalnak, hogy hálnak, tehát a politikai rétegnek. Én magam részéről nem vagyok megelégett át, nem tudom. Kicsit reagálnék erre a gondolatra, a követésre, már csak azért is, mert hivatkoztam erre a Green City mozgalomra, ami van Magyarországon, az város ökológiával, város zöldítéssel foglalkozik. És én elég régóta összebútoroztam velük, ilyen akkreditált szakértőjük is, vagy mi vagyunk, és akkor mondták, hogy ugyan, nézzük már, 20 éve van jelen a Green City Magyarországon, és hát ugyanúgy, ahogy Balogh sem nagyon ért el átütő eredményeket, a Green City mozgalom sem zöldítette be a magyar városok zöldét. És hogy mi lehet ennek az oka, hogy segítenék-e abban, hogy mondjuk beosztottuk az országot, és az nekem a Tiszántúl jutott, és akkor itt voltam Szentesen, Orosházán, Vásárhelyen, Szegeden, meg egy jó pár, Makón például. És hát úgy beszélgettek, tehát ilyen testületi ülésekre, vagy ilyen, ahova beengedtek bennünket, ott egy ilyen néhány oldalat el tudtunk mondani, és próbáltam mozogatni a témát. Valami olyasmire jutottam, mert aztán össze kellett neki foglalni. Az lehet a baj, hogy ugye minden döntéshozó, tisztelet a kivételnek, alapvetően rövid távon gondolkozik. Tehát, hogy ezek meg, amiről mi beszélünk, ezek hosszú távú tartalmas dolgok. Tehát, hogy tartalmas erdőgazdálkodás, vagy tartalmas vízgazdálkodás, szép a magyar nyelv, ugye benne van a szóban, hogy hát miért telepítesz tőlgyfát, hát ez majd 300 év múlva lesz kivágva, mondja az egyszeri erdész a kollégájának, hát nem baj, nekem telepített a nagyapám, tehát, vagy a dédnagyapám, tehát hogy a tartalmosság az körülbelül ezt jelenti, hogy igen, most elkezdünk egy folyamatot, mondjuk politikailag, egy városi döntéshozó lerakja az alapokat, az mondjuk nagyon jó lenne, hogy a következő testület azonnal nem dobná ki, hogy a másik. Tehát, hogy ugye itt a pártosodásnak is ugye van egy ilyen mondás, hogy már eltűntek a jelentősége a különböző pártoknak, a helyi érdek van, meg nem helyi érdek van. És ugye az lenne jó, hogy akármilyen szívű mondjuk az aktuális testület, az mégis mindig csak a helyi érdekeket képviselni, és tartalmasan. Én úgy gondolom, hogy valahol itt van egyébként a probléma. Vannak jó példák, tehát, hogy például a Vadvirágos Újpest program, Budapest 4. kerület, nagyon jó PR-je van, három ilyen kommunikációs csapat dolgozik rajta, hogy szépen bemutassák ezt a programot. Remélem nem hallják, de hogy alapvetően egy rövid távú politikai, tehát ráültek erre a trendre, hogy ez tök jó hangzik, és nem állítom, hogy minden vonatkozását értik, mert amikor rácukkantak erre a témára, hogy Vadvirágos Újpest program, akkor én azonnal oda mentem, itt a Dukai Igor kollégánkkal, hogy akkor lassítsuk már meg ezeket a milyen szilas vagy rákos szilas pataknak. Tehát egy teljesen egyenes csatornán, ilyen nyáron is nagyon bővízzel megy bele a Dunába a víz. Kormányozzuk már kicsit jó oldalra, lássuk el azokat a parkokat, amin keresztül megy. Nem sok mindenre jutottunk. Tehát, mert hogy ez már egy cikluson túlmutat, és ez már visítva már nem tud előre minden lehetőség. Félmondatot? Jelen, úgyis. Csak a kormányzó szóra gondoltatok ennek, hogy vajon mi volt előbb a vízkormányzás, vagy a államfő kormányzó? A kormányzás politikai értelme, jó. Jó, én csak megköszönjük a feladatot, mert lesz.
Igen. A történet tudomány szerint, szóval egy középiskolai tanár kolléga, hogy a pont az állam szerveződéshez hozzájárul az igény, hogy szükséges egy területnek a ágazdálkodását megszervezni, és hát ahogy a vízkormányzás beletartozik, lám az én előadásom címe az, hogy a ágazdálkodás mint szerves vízgazdálkodás. Én csak egy megjegyzést teszek, elhangzott a helyi érdekszó, ami egy kulcsfogalomat gondolom, de az is, hogy tisztázva legyen, hogy a helyi érdek nem a helyben lakó lakosok által megnyílva kinyilvánított gondolt érdek. Sajnos már, mert ezek a lakosok is elszakadtak a tárgytól, és köszönöm polgármester úr Bólogra, hanem a helyi érdek az a tájban gyökeredző helyi érdek, ami nem feltétlenül megnyilvánul meg többségi, akkor általában nem nyilvánul meg többségi lakossági akaratként, mert nem ismeri föl már a helyben lakos a valódi helyi érdekét. Kellett boncolgatni, tehát hogy Szolnok megyei vidékfejlesztési koncepcióval volt, hogy első számú prioritás volt célként a külföldi működő tőke bevonása, még az EU csatlakozás előtt. Fiatal kutatóként ott voltam, és akkor mondtam, hogy ez nem, hát mondom, nem maximum eszközként, de még úgyse. Mert az, hogy, és hogy úgy nem értették, hogy miről beszélek, hogy helyi önfenntartó zárt, önfenntartó gazdaságok, egységok, ilyen regionális, helyi piacokként, stb. Tehát egy teljesen más, mindent kinyitunk és hadvidék elszesz képes. Ezt a magyar szakemberek tudták, így és csinálták meg, az volt az eredmény, ami most látszik. Tehát a helyi érdek az mindig tájban gyökeredő helyi érdek. Ha tetszik, könnyű, tehát vannak szereplők, nem tudom én, akármilyen Lőrinc, vagy Péter, vagy akárki, de van a Cisza, vagy a táj, a mindenkori helyi táj, ott van, mint szereplő, azt tessék megkérdezni. Tehát, hogy mit akar a táj, mit mond az a táj, hogy legyen sípálya, legyen golfpálya, vagy gyep, legelő, szántó, mi legyen az, ugye, akkumulátorgyár. Tehát a tájban gyökeredik a helyi érdek, és a táj megmondja, hogy mit akar, megmondja. Hát ezt lehet érteni, vagy nem érteni, vagy félreérteni. De csak ezt legyük elő, és az a helyi politikai vezetőnek a feladat, a felelősség, hogy ezt a helyi érdeket felismerje, és ezt képviselje. Sokat beszéltetek itt az egyén, illetve az állam felelősségéről és lehetőségéről, viszont egyedül Péter itt az utolsó mondatában említett meg egy másik nagy szereplőkört, az ipari vízfelhasználás azért masszívan otthon, és pontosan az újfajta ipartelepítések, ezek az akkumulátorgyárak még inkább hatványozottan növelni fogják ezt a vízigényt az ipar részéről, és hogyan lehetne partnerré tenni a vállalatokat ebben a fajta vízigondolkodásban, hogy ne csak falják a vizet, hanem segítsenek élővé tenni. Mindjárt visszaadom ezt a passzot. Azzal együtt, hogy én azt gondolom erről rendszerszerűen, hogy a KRM-tő bűntődések igazodó ipartelepítésekkel lennek a leheknek. Tehát mondok egy példát, én most gyémítettem a Vizánpásztor karámomat a Barránkodó Urám téren, kevés volt a zsinór, és hogy a Szolnokon majd lehet kapni. Van egy nagy állattartók állóházra, ilyen nagy horály a város szélén, állattartók állóházra, ez a közvegályban, nem volt Vizánpásztor zsinór, tengeri malasztártárok volt. Ez nem alulvidéken vagy a Budapest belvárosában, hanem Szolnok. Na most, mit gondolunk a fejlődésről, gazdaság, tehát honnan jön a pénz, vagy stb. Tehát az Alföldön, jó, hogy hát bizonyos rétegvizekben van sok lítium állítólag, és hogy ki lehet bányászni, de valami oka csak van, hogy ide akarják telepíteni. Volt már, hogy az 50-es években olyan Vas és Asszonyország a koncepció, aminek nem volt földrajzi alapja. Ennek az akkumulátor zárózónak sem nagyon van, amit látni, illetve ellen indokai vannak. Tehát alapvetően ezt gondolom az iparosdiról, hogy nyilván élelmiszeripar, de az is, az se akármilyen.
Tehát nagyon, nagyon fontos ez a szemléletváltás ebben, hogy Szolnok mennyiben épült, a magyar kukoricatermés 10%-át feldolgozni képes, majd ekkora kapacitása ipari szeszgyár kukoricából. Ugyancsak részen is lőzik léteket sem mellesnek. A szennyvizet ugyancsak titkosan a Tisza vízszintje alá benyomják, Szolnoki jó víz kivétel felett nem sokan. Mindenesetre nincs benne a közszolata, de a ország legrosszabb kukoricatermés átlaga is Szolnok megyében van. Tehát nem, feszkénnel hol tetszőnben van, de Szolnok megy a legtisza zabályzottabb megyene. Na most ipartelepítés, tehát hogy mi a fenében? Tehát 5,5 millió, mindegy 10% azt éreztem meg a most, persze most már az éves termés se annyi, mint volt 10 éve. Jó. Tehát, hogy ipartelepítés, ez az egyik. De ha már van ipar, vagy még van ipar, és pláne nyugaton, vagy ebben a nyugati gazdaságban van ipar, megfelelő kritikával, vagy ezen bevezető után kezelve, igenis rá lehetne venni ezeket, tehát hogy a greenwashingnak egy hatékonyabb formáira, hogy megfelelő, vagy hogy mondjam, ebből a pénzekből, amik itt nyerődnek a természet elfogyasztása által, abban minél hatékonyabban, és hogyha most ebben éreznek kritikát, vagy a fiszkálódást, akkor direkt tette bele, de mondom a tézist is, hogy úgy lehet viszont megigazítani a pénzt, őrült fontos, és kicsi léptékben is ez igaz, tehát ebből a hamis rendszerből a szükségszerűen hamis pénzt igazá lehet tenni, hogyha igaz struktúrát hozok létre belőle. Struktúrát megint, mert azon múlik, ugye a léptékben hozzá létre a struktúrának a működése és annak lesznek jelenségei rendszer szinten, ha nézzük. És hogyha én igaz struktúrát hozok létre, mi az igaz? A természet működéséhez igazodó, tehát a mérce a természet működése, mintázatai, stb. Struktúrái, hogyha annak megfelelőt hozok létre, akkor az jó, akkor a pénzt megigazítottam. Tehát ezeket a haszonjövedelmeket, profit jövedelmeket, vagy ezeket igenis lehetne átcsatornázni így, konkrét példát hozok, hogyha a pénzt ellenműködő struktúrákra költjük, tehát mondjuk vízlevezető csatornára és vagy gátrendszerekre, vagy egyéb, ami mostan megszokott dolgokra, akkor az nem működés eredménye, vagy ellenműködés eredménye, azt tartjuk fönnben, mert káros dolgot hozunk létre. Ha meg igaz struktúrákat, tehát mondjuk, nem tudom, disznóolat, kiskertet, vagy egy falu esetében önfenntartat, hogy van egy pár ezer hektáros hatóköre, tehát határa, pár ezer emberrel, az nagyon szépen ki lehetne építeni önfenntartó közösségeket. Megjegyzem, ez lenne a klímabarátság, ismerjük a klímabarátságot és a szövetség. Nem széndioxid kibocsátáson kell lovagolni, hanem olyan felszimbolitáson, ami fenntartható. Tehát olyan tájhasznát, ami fenntartható, az a közösség önfenntartó, az a kenyerét, húsát, tejét, stb. Megtermelni, zöldségeit, ha már az alföldön. Az idegenforgalmazást olyan szintig viszi, hogy meggyarmatosítást tegyen belőle, stb. Tehát ezeket mind értékelni szinten át kell gondolni, és hogyha a pénzeket ilyen struktúrák megépítésére fordítjuk, mondjuk jelesítjük mondjuk a Pistiszának a rehabilitációjára, van itt egy olyan hosszú 5-10 kilométeres meder ebben a mentesített öblözetben, ami mondom itt kezdődik, amit lehetne élő folyóként üzemeltetni. Tehát egy alternatív Tisza mederként, megfelelő vízhozammal le, onnan árasztani, stb. Hogyha ezeket a pénzeket ilyenbe át tudjuk csatornázni, akkor jól csináltunk, azt gondolom. És hogyha gondolod, Gábor, akkor elmondhatod, hogy milyen. A jelenlegi, ezen világbeli realitásban is milyen megoldások tudhatnak lenni ebben. Én ezt gondolom, mindazokról, amit most Gábor fog mondani. Igen, mert amit te elmondtál, az egy gyönyörű utópia, tök jó volna, hogyha így működnének a dolgok, de hogy azért lássuk, van egy profit vezérelt kapitalista gazdasági környezet. Már nem sokáig a igen, ami fölfalja a saját a természeti alapjait, de attól függetlenül ez működik most jelenleg, és azok, akik ezt a struktúrát működtetik, ebben a rendszerben gondolkodnak. Tehát az ő nyelvükön kell valahogy megfogalmazni azt az igényt, és érdekelté tenni őket, és mivel mi foglalkozunk, azok az úgynevezett biodiverzitás kreditek, amikor számosítjuk az ökológiai szolgáltatását a területnek,
és hogyha ezt az ökológiai szolgáltatást javítjuk, mert befektettünk pénzt, akkor ezt a különbözetet a megjelenő kreditben a vállalatok a saját fenntarthatósági jelentésükben meg tudják jeleníteni, hogy ők számosíthatóan jó dolgot tettek, és nem csak bedobtak egy fekete dobozba a pénzt, ami legyen a civil szervezet, vagy állami szervezet, vagy bárki, aki eddig csinált ilyen dolgokat. De ez önmagában, amiért én kérdeztem, az, hogy hogyan lehetne meggyőzni ezeket az embereket arról, hogyha nem fektetnek be most a vízmegtartásba az akkumulátorgyára, akkor hiába van az a több száz milliárd forintos beruházás, mert 10 év múlva nem fog működni a gyár, ha nincs víz. Tehát, hogy ez a fajta radikális dolog, amit te elviszel egy idealista irányba, hogy hogyan kellene, hogyan lehet egyeztetni a realitással, hogy hogyan lehet. Ez megint akkor a realitások mutája vagy kérdése. Én nem látom reálisnak ezt a világot. Ezt, amire hivatkoznak, többségének látom, de nem reális. Pont reálisnak nem látom. Tehát az, hogy a lapostóban nincsen víz, és azt mondják, hogy tehát nem reális, hogy a lapostóban víz legyen, hát akkor az a realitás, ami szerint nem reális, hogy a lapostóban víz legyen, az nem reális. Támogat? Tehát egy magasabb rendű realitás szintén megbukik ez a realitás. És ez a 21. század üzenete, azt gondolom, és akiért, tehát ez a szakemberek felelősség, hogy ezt kommunikálja, és most hogyan tudja megérteni egy közgazdasági végzettségű valaki, aki jól keres a bankszektorba ebből, és fogalmam is a természetet desztinációként tudja csak értelmezni, vagy trófeaként, nem feltétlen vadász trófeaként, fototurizmus is lehet, és még esetleg zöldrendszámos fototurizmus. Tehát szánalmas félrevívések vannak. Én azt gondolom, hogy le kellene harcolni, azért csinálom ezt ismeretterjesztéssel, felmutatni, hogy ez nem így van. Hadd tegyek egy külön hozzászólást három percbe, ide csatlakozik, hátra érdekli a csapatot, klímaszorongás ellen. Mert ide tartok, klímaszorongás ismert fogalom, bármi fiatalok kötődik. Én elmondom, hogy nekem mi a receptem, tehát én nem várok még ennél nagyobb katasztrófára, hogy, mert nem tudom kinek, mi kell még, nekem már elég volt a 20 évvel ezelőtti adatok is, tehát nem, ez, én nem hiszek ebbe. Én elmondom, hogy mit javaslok. Klímaszorongás szerintem három dolog kell ki. Az egyik a becsapottságérzés, és előzőtes. Érzi mindenki, hogy be vagyunk csak, hogy nem igaz ez, nem igaz, nem hogy valami, hanem hogy az egész úgy nem igaz. Kezdve onnan, hogy a tej nem tej, a kenyér, a konzervatív nem konzervatív, a liberális nem liberális, tehát nem igaz az egész már. A klíma akkor hogy változik, hogy nem akkor változik, de tehát, hogy azt ér, nem tudjuk, hogy hogy van, mert nem érünk rá, de szakembernek lenni, de érezzük, hogy be vagyunk csak. A másik a tehetetlenség, azt is érezzük, hogy nincsen elég hatókörű tenni. És ez kelti a szorongást az elődővel együtt, ez. Nincsen elég, hogy én hiába tette, nem tudom megmenteni a hüvelykőrdeget, én hiába öntök vizet a kamionba szállított malac orrába, mert megtörtént, mint állatvédő, attól még nem tudom megmenteni a nagyüzemi állattartási embereket, nem eszek húst, mert hogy is. De azt már nem fogom fel, hogy nem az állattartással van baj, mert ha valakinek legelni kell, hogy a sok cellulóz belül megterem, és abból húst csinál, amit az ember megkérdezheti, hogy nincs az a baj. Tehát még egyszer az őznek mennyi az ökológiai lábnyoma, vagy a legelő marhának? Nulla. Tehát nem jó az a lábnyomos modell. Ezen lépjünk túl. Tehát nem az állattartásra van baj, az iparszerű állattartásra van baj, mint hogy az iparszerű növénytartásra is baj van, és az iparszerű embertartásra is baj van. Bár kényelmes és biztonságosnak. Tanulság. Tehát a becsapottság a tehetetlenség, tehát annyit ott kell tenned, a becsapottság ellen mit lehet tenni? Az, hogy ezekkel szembesül. És az, hogy jé, ez így van. És én az én kis szellemi közegembe ezt bevallom őszintén, ugye az őszinteség mindig az, hogy magunk az őszinték vagyunk. És ezt felfogom, utána nézek, és nem azért hogy mondjam, nem látom a bajt, mert hovodatba adottam a fejemet, hanem elismerem, hogy miről van szó. Azt szoktam mondani, hogy Zrínyi Miklósék 1566-ban nem szorongtak. Nem voltak persze ott, de azt gondolom, hogy nem szorongtak. Felrobbant a lőportorony, maradtak 300-an, kint voltak 40 ezeren,
Felöltöztek, megérezték a szabját, és kimentek. És azt gondolták, hogy lehet, hogy meg fognak válni. Nem, biztos, hogy tudták, hogy meg fognak válni. De azt is tudták, hogy most nem válnak meg, akkor megválnak később. Mint hogy azóta már nagyon sokszor megtartak volna. 5 év múlva köszvényre vagy valami. Tehát, hogy máshol az értékrend, tehát, hogy a közösségi szinten értelmezi magát, akkor az a dolga, hogy és most ez nem... Tehát itt megnyitottok mindenki meg fog halni. Ezzel lehet egyszerűsíteni, ezzel nem kell. Jó, tehát a szorongásra. Tehát becsaposták tessék tehetősnek lenni. Tehát amire áll van bízva, az, ami rajtam múlik, az rajtam nem úgy, hogy ezt akár most. Tehát, hogyha balkonláda szinten, akkor az, ha meg államtitkár, vagy félmennyényi, vagy oligarha, akkor meg az, vagy osztályvezető, vagy csatornőr, vagy az, akkor ott ne hazudjam el, hogy ez jól van, nincs jól, lehetne jobban is úgy csináljam, és akkor már tettem. És akkor én megnyugodhatok, mert nem rajtam, és itt jön be a harmadik dolog, a hitetlenség. Ugye azt viszont lássuk át, hogy nem rajtunk még, mert nincs is ezzel baj igazából, tehát ez nem a föld, nem az evolúciót féltjük, amikor van ez a föld bajunk, hogy ebben a sátorból mint és nem másunk, hanem az emberi kultúrát, vagy a magyar kultúrát. De tényleg ez a küldetésre a magyar kultúrát, hogy ilyen hülyén elpusztuljon. Nagy, hogy elpusztul hagyján, de hogy hatalmat is nélkül. És akkor rásra jövünk, hogy hú, hát ezt itt meg itt mondtuk el. És a hatalmat is az felszabadít. Azért is fontos, mert ez megint látszólag ilyen lelki dolognak tűnik, de újat azon az alapon lehet építeni. És én meggyőződtem róla, hogy rossz volt a lépés. És akkor viszont jön a megoldás. Ez a lépés megvan, akkor utána jönni fog a megoldás. Úgy akkor meglátja az ember a medvet, a földbirtokán, amit eddig nem látott meg, stb. Tehát ezek a hit, hogy akkor legyen benne hit, hogy meg, jó van az úgynek, ugyan, ahogy van, de van egy magasabb rendű működés, amit mi nem látunk át, és nem kell nekünk megváltani a világot, meg van váltva, ahhoz igazodni kell, van amit mi csináljunk, az, ne pusztítsuk el önmagunkat már a szorongást, vagy a önkéntes gyermektelenség által, csak azért, mert a világot nem tudjuk megmenteni. Hát nem is megmentünk. Na, így csatlakozik hozzá, hogy azért ezekkel, de hogyha a struktúrát igazat hozunk létre, tehát mondjuk feltétlenül a struktúrát vízzel, akkor jó. Akkor se gondolják, hogy jól működik, de akkor jó ez. A klímaszorongás szó ütötte meg a fülemet, amit Péter mondott, az egy jó példa, hogy a beláthatatlan, kézzelfoghatatlan dolog rémiszti meg az embereket. Tehát pozitív, rövid távon pozitív élményt kell adni. Tehát a gyerek részt vesz egy rugas ültetésben, egy faültetésben, valami létrehozásában, akkor attól pozitív élménye van, és akkor könnyebb megmagyarázni, hogy az viszont a másik azért nem vezet célra. Ipar meg önkormányzat, ugye arra, hogy egy önkormányzat azt mondja, nem kell nekem ez a nagy beruházás, arra nem sok hatása van. Tehát sikerül valahogy egy-két sör meg határni utána, a helyi iparvezetővel leülni, hogy figyelj, nektek van 1 hektár fémtetőtök, fültetek, mint az állat, akkor legalább azt a vizet tartsátok meg, akkor ne kibetazó csatornát csináljátok, most nem akarok rossz példát tudok csak értelem mondani, de mit mondok, egy jó kis egerben a parkolóház oldalán ott a fémháló, be van futtatva csak a zöld, majd Széla tér, Budapest, a 56-os villamos megállója, tehát vannak jó példák is. De ezeket kell egy kis áldozat árán, tudjuk, hogy a üzemet meg fogják építeni, de akkor legalább legyenek szívesek egy zöld falat csinálni mellé, vagy zöld tető, vagy az önkormányzat szkanderezzen egy picit, azt mondja, jó, oké, tudom, hogy nem tudom megfordni a beruházásokat, de akkor legyetek szívesek, ne azzal kezdjétek a szoktátok, hogy ledózza erről a termőtalaj, betoncsatorna kiépít, minden víz be, aztán jaj, biztonságosan építkeztem, nem így. Az a biztonságos, ha a folyamatosság megvan, és az utolsó ehhez a témához, hogy ezt adom tovább, például az erdészetben a folyamatos borítással járó erdőkezelés, szállalásnak is hívják. Ez elkezdett terjedni, de az oktatásban nem olyan erős, mint ahogy kéne. Tehát ezeket a
a visszajelzéseket hagyja az ember, hogy hülyeséget beszélsz, hogy nem kifizetődő levágni egy hektárt és utána újra telepíteni, sokkal kifizetődőbb, ha 5 évenként visszamész, kiviszed az értékpárt. Például erre Pilis, hogy egy 300 köbméter per hektár fatömegű vágásérett bükkös le kellett volna vágni 50 éve. 300 köbméter adott volna. Nem vágták le, elkezdték ezt a szállalásos irányt. Azóta levittek 350 köbmétert, és ott van az erdő ugyanennyi. És a felújítási költség minimális. Tehát van megoldás minden szektorban, ezeket kell segíteni és támogatni. Nem könnyű, mert ők a saját házukon belül támadva vannak, vízügy, például a VTP vésztározók. Már elkezdi a vízügy próbálni azt, hogy amikor az árvizet csúcson túl vagyok és csökken a víz, akkor már nem bűntény és kockázat, akkor megpróbálom megnézni, hogy hogyan tudok úgy kiengedni vizet, hogy a gazdának nem teszem tönkre a területét, mennyit tudok, mennyire alatt, gyakorolni kell. És csak úgy lehet gyakorolni, az ember bevállal a plusz feladatot, és erre vannak emberek. Hála Istennek, le a kalappal mindenki ezt csináljuk. Hát reagáljak erre, mert nagyon fontos. Én értékelni szinten. Tehát mi úgy állunk hozzá, hogy apadó vízből engedjünk csak ki, mert az már nem bűntény, illetve hogy a gazdáknak ne tegyen tönkre a területét. Ez hangzott el, ez a mostani realitás. Tehát ez egy vízügyi műszaki törvény valami, leírták egyszer, hogy nem illik áradó ágból vizet kiengedni. Az eredendő törvény szerint úgy van. Nyilván áradó ágból folyik ki a víz, akkor jönnek ki a halak, tehát nem, hogy nem illik. Tehát ez egy ellenműködési törvény. Nagyon jó példa, strukturális szint, tehát a törvény, van ott egyetlen törvény, de azóta ez igazodni. Na, és akkor azon belül próbálnak megoldást, és milyen rendesen az átör, vagy szakaszmérnök, aki megengedi, hogy apadó vízből már kiengedett a csatornába vizet egyébként vésztározóba. Szélek többszörösen szállalok. Ezt kell megváltoztatni, tehát de tegnap előtt kell átírni a üzemrendet, és a vízügyi műszaki gondolkodás, hogy az áradó ág, azt kell megoldani, az a feladat, tisztelt kollégák, hogy áradó ágból vizet kiengedni. Ez a feladat, mindig mondták nekem, hogy mérnök vagyunk, tessék megrendelni, megoldjuk, mert meg tudjuk oldani. Ez a feladat, tessék. Nem az, hogy igazodok egy rossz törvényhez, azon belül, tehát csak példaként van, mert ez általános tanulságokat szolgál. A másik nagyon fontos, hogy a szegény gazdának ne hozzak létre kárt a rossz művelési ágú földjén. Van egy helytelen állapot, és azon hogyan nem tudok, azon azt hogyan ne zavarjam meg. Hát úgy kell, hogy az a gazda megfelelő felszimbolítást tart a földjén, ha már ő a sajátjának tekintett a földanagot, ez az ártévi szintet, ott kénytelen legyen, hogy ártéviesen gazdálkodni. De hangsúlyozom a mezőgazdasági szabályozásnak is, ez egy fontos szakmai részletkérdés. Tudnia kell azt, és tudja azt, hogy ez megéri a gazdálkodónak. Tehát megéri a tóba talat tartani, a gyepen gyepet tartani, vagy az alacsony ártéri szinten azon legeltessen, az a hústerem, a tör, hogy ezt megéri. Tehát van az agrár szabályozásban és támogatási rendszerben van annyi potenciál, hogy ezt tudnánk úgy szabályozni, hogy megéri a gazdálkodónak. És nincs olyan, hogy egy hülye helyen, rossz helyen levő szántóföldön ne okozzon kárt a vízborítás tavasszal, amikor jön mindjárt a száraz évszak, hát ez öngyilkosság. Egy tézist hadd mondjak el ugyancsak, hogy a jelenlegi fájhasználat vagy helyzet az Alföldön, hogy keressük a vízforrást annak a rendszernek a fenntartására, amit a víztelepítés által értünk el. Mondom még egyszer, felszín alatti vizek felszíni szétbocsolásával igyekszünk fenntartani a felszíni vizek levezetésével létrehozott tájhasználatot. Hát ez ugye mindenki érti, hogy nonsens azon kívül, aki tanulta. De most kérem azokat szakmai alázattal, hogy lássák, hogy jé, ez tényleg nonsens, és lehetne másképp csinálni. És onnantól tessék, bemennek szerben a munkahelyet, másképp nem csinálni. Tehát, hogy nem... Na, köszönöm. Nem vitatkozni akarok a Péterrel, mert egyetértek, csak arra akartam rávilágítani, hogy nekünk kevésbé fognak hinni, mint a saját kollégáinknak. Tehát aki elkezdi nyitogatni a kaput és bemutatni, hogy hát ebből nem lesz világ a gyerekek, ez jó, annak előbb el fogják hinni a megoldást, mint nekünk.
jelent, hogy igazodunk hozzá. Hangosan beszélek. A felszín az alaptézekről. Én, ahogy tudom, a leggyorsabb módszer arra, hogy elszikesítjük az egész falfölet. Ez így van? Mert az nem esővíz. Igen, igen, igen. Eleve a felszín alatti víz nem arra való, hogy a felszínen szétrocsoljuk. Nem, most ezt úgy sem mondom, hogy nem arra való, ez a nem tűnik a természetudományos kategóriára, de így igaz az. Tehát nem arra való, az azt jelenti, hogy funkcionálisan másra alakult. Más, nem tudom analitikusan most itt elmondani, hogy hogyan igen, de nem arra való, a felszíni vizek, vannak a felszínen vizek, vagy lettek volna, azokat levezetjük, utána nem kezdünk el kizivattyúzni vizet a felszín alól, mert levezettük a felszíni vizet, és ott valamit létrehoztunk rajta, a felszíni víz helyén. Hanem akkor megtartjuk a felszíni vizet, és abból saját magából megoldódik a felszíni víz nem levő területnek a vízellátottság. És ott termelünk, és a felszíni víz helyén is lehet termelni, ha más nem halad, de lehet termelni gyepet, a tüvet, fát, stb., amit kifizet az EU. Tehát ez abszolút meg lenne ennek az indokoltsága. De röviden válaszolva, igen, tehát ez nem eleve, tehát az, hogy ugye betöményedik mindenféle öntözés. Az öntözés eleve, nekem mondta a mezőgazdasági kolléga, aki ott üzemelt, egy TS-ben volt ilyen csatornaőr, azt mondja, hogy ő látott 40 aranykoronás földet elszikesíteni 5 év alatt túlzott öntözés által. Ez nagyon gyors. Idéztem, nem voltam az. És a keleti főcsatorna mentén ugyancsak vannak adataim arra, hogy nem tudja már bevenni az önt, vagy dobos ember, doktor dobos ember, talajtöntársai elnöke hozzadatokat, hogy az öntözés miatt már nem tudja bevenni a vizet. Nem tudja hasznos, nem tudja értelmenni a vizet már a tábla. Az igazán permanens fölhalmozódás a probléma, hanem gyakorlatilag a talajszerkezetet rombolja abszolút. Még akármennyire finom, nekem van egy ilyen öntözős tervezős barátom, aki azt mondja, hogy így emelme olyan precíziós a technológia, tehát ezek a linárok már olyan finoman úgy fejtják ki a vizet, hogy egyszerűen nem rombolja a talajszerkezetet. Tehát a legmodernebb linárban, akik ezek elég értékes mezőgazdasági eszközök, ezek a pályák, nagyon nagy költséggel lehet őket kiépíteni. Úgyhogy kellőképpen vigyáznak rá, hogy körülbelül egyszerre guruljanak a kerekek, mert különben elég csúnyán szétcsavarodik a rendszer. És akkor ez a bácsika, aki ott üzemelteti Vásárhely határában az egyik ilyen linárt, ő mondta, hogy három éve figyelgeti az öntözést, 3 éve egy harmada mennyiségű vizet tudnak kirúgni. Tehát harmadára csökkent a kiutatható víz mennyisége, bármennyire is finom van porlasz vagy utat. A talaj nem tudja felvenni. Nem tudja a talaj fölvenni. Már amin itt a délelőtti előadáson rugóztam, ugye, hogy azzal kezdem az alapozás, a talaj előkészítés a mezőgazdaságban, és hogyha a talajt jó állapotban tartja az ember, akkor várhatja el attól a élő, gazdag, jó szerkezetű talajtól, hogy az egy minőségi élelmiszer teremjen majd neki, megfelelő mennyiségbe és megfelelő beltartalommal. Hogyha egy rossz minőségű, letömődött talajon próbál az ember gazdálkodni, se a műtrágya, se a szerveste, semmi nem hasznos, illetve a intenzív öntözés az nagyon nagy mértékű szerves anyag felhasználás volna indokolt, azzal lehetne a talajszerkezetet egy kicsit szinten tartani, de nyilván mivel, hogy nincsen, tehát a mezőgazdaság szerkezete abszolút fölborult, a növénytermesztés hajdanán az úgy működött, hogy a növénytermesztés az viszonylag egyensúlyban volt az állattenyésztéssel, tehát ami az egyik ágazatnak a mellékterméke volt, az a másik ágazatnak az alapanyaga volt, méghozzá helybe, tehát nem kellett Vásárhelyről elvinni a Mokácsára. Az egyik tanyaszomszédom abból élt, hogy a ott képződött szerves trágyát elvitte a Mokácsára. Aztán panaszkodott, hogy nem jó a talaj. Hát mondom, akkor miért adtad el a trágyát a talajra? Nem jó pénzt adtad el. Tegye bele a pénzt a talajban. Hát ez az, hogy a pénzzel nem lehet megetetni majd a jóságokat. Viszont a növényekkel, ami a vízesítés által nő, azzal megetetni. Kicsit játékból, illetve itt a vége felé zárásképpen hadd kérdezzem meg, hogy például értették, hogy az öntözés miért nem jó. Vagy hogy egy ilyen kérdések, hogy
Hogy ki az, hogy volt-e valami furcsa, vagy valamit akarunk itt pedagógiailag kérdezni, ami segít egy kicsit akkor, hogy mondjam, lezárni a délután, vagy a témát, hogy vagy mi volt a, hogy így kérdezem akkor, hogy mi volt a legfurcsább információ. Vagy átérezték, vagy sikerült-e átadnunk a rendszerszerűségét, az alapelveit, hogy a természet nem hülye, hanem működik, abba kell az embernek segíteni, igazodni hozzá, stb. Hogy ezeket a téziseket. Sőt, mit szólnátok egy olyan záráshoz, hogy mindenki mond egy szó, ami megfogta. Nem indulhat? Nem kötelező, demokratikusan, de hanem aki akar. Tehát, hogy mi az, ami érdekes volt tényleg azzal a céllal, mert 10 perc szóval letelik az időnk, már hogy itt a sátoron belül is. Egy szó, ami megfogott. Azt is lehet, tehát azt is lehet, hogy akinek van, nem kötelező mindenkinek beszélni, de hogy ilyen szempontból gondoljuk át, hogy akkor, vagy tehát amit megértett, hazamegy és mondja majd az államtitkár feleségének, hogy kézed el másképp kell csinálni, az iskolaigazgató. Hát én nem tudom, hogy az öntözés hogy tudom kiváltani addig, hogy nem jelenik meg a víz nálam. Tehát addig most vagyok kiszáradni mindent, és akkor majd 10 év múlva megjelenik a víz. Muszáj ott solnom a kis töménytényemet. Erre pontosan gyorsan akkor még válaszolok a zárást műsorszámon kívül, hogy nem a háztáinak a 40 mm-es kútból való öntözése teszi tönkre, vagy tette tönkre a homokhátságot, vagy az önzívó víz, amit megiszol a tanyádon, vagy amit megitatsz át a teheneddel, nem a tein gulyáiddal, hanem azzal, amit téged a családodat ellátja, hogy ezt a paprikcsomot megtermeled, még annak az öntözését is, de lássuk át, hogy vészhelyzet van. Lássuk át, hogy a családi ezüstöt pocsékoljuk el, vagy kezdtük el felélni. Csak legyünk tudatában, nem természetes, hogy hát öltözök, lement a víz, még fújjért, fújjattunk még mélyebbre kutat. Tehát az nem, az befolyt oda 10 000 éve, annak nincs utánpótlódása ebbe az ütembe, hogy ezt használjuk el. De vannak 300 mm-es kukoricatáblát tápláló kutak a homokhátságban. Az már igen, stb. Tehát ezt így meg, tehát hogy úgymond lehetget, de a másik, például megjött a kérdés, hogy már második, harmadik éve negatívot hoz a szántó, vagy mit csinálja? Ami erre a válasz, kérdezem akkor, bocsánat, de vizsgáltatom is. Hagyd abba a szántást. Ne szántsa! Meg elhangzik, hogy hát vetni kell valamit. Mondom, miért kéne? Hát miért kéne? Tehát ezzel számoljunk le, a szukcesszió majd veti, persze először gyomok jönnek, vagy pionírok jönnek, amiket gyomokként értelmezünk, de hogyha azt elkezdjük kaszálni, tehát a kaszálás által, a kaszálás legeltetés által létre lehet hozni, de ha meg van magkeverékünk, akkor néhány évvel megdobjuk, és ez legeltet. Én 40 hektárból vagyok olyan gazda, aki megélek. A 40 hektáros szántóföldből nem élnek meg most a gazdák a kiszabályban. Tehát meg lehet csinálni, ugyanolyan támogatási rendszer keretei között nyilván. Mondjuk nem járok Barcelonába pizzázni, mindesetre van, tehát hogy az a lényeg, mit fessek meg, hogyan? Hát semmit. Tehát, hogy semmit, mert jó legelőként akkor lehet használni, mondjuk azt a területet, vagy teve legelőként, tehát, hogy, és a kiskertben megtermelni. Tehát, hogy ilyesmi, de azt a megszokott, ugye, gondolkodás, azon kell túlélni. Nekem inkább hiányzott valami. Általában azt hiányzik, hogy a nagyon szép gondolatok és a mi mit tehetünk közé. Tehát, hogy azon kéne ötletelni, hogy tényleg mi mit tehetünk, hogy tudjuk ezt az emberek fejébe átültetni, mert szerintem a politikusok társadalmi nyomás nélkül nem fognak mozdulni általában. És társadalmi nyomás meg csak akkor lehetséges, hogyha az emberek tudják, hogy miről van szó. Tehát maga ezen is kéne ötletelni, nekem eszembe jutott az, hogy mindenkinek a környezetében biztos van egy ökoklub, vagy zöld klub, vagy Peste minden kerületnek van egy ökoklubja. Ott például le lehet vetíteni a Péter előadását. Tehát egyáltalán átmenjen az emberek agyában, fogalmuk nincs erről. És így viszont nem tudom nyomást gyakorolni a döntéshozókra. Egy faluban sem, városban sem, és országos szinten sem. Én egy hónapon belül álltam egy előadásra.
Te, oké, te megteszed a te dolgodat, de az meg a mi dolgunk, hogy ezt népszerűsítsük, és gyakorlatilag is csináljunk valamit, amit lehet. Adjuk tovább. Most abszolút csak nektek kell visszajelzéseket várunk. Valakiben még maradt. Lehet, hiány, pozitív, bármi. Na? Most az első feladat, hogy lássuk, hogy mi ment át innen ide, mert innen tovább kell mennie. A csőszárok rendszert azonnal továbbadtam a kedvenc vízigazdálkodás és fészkés csoportnak. Azonnal. Soha nem tudtam róla, 1600 éves, most tudnám és néztem. Ez megoldaná most a problémát. Ez így van. Egy részén. Szóval megy ki az információ. Igen. Várj. De az tudatosan van elnyomorítva a csőszárok is. Igen. Mert valahogy ott kellene, szóval. Jó, de már az itt. Egyetértek. Én csak délelőtt voltam itt. Én a politikai hátterét hiányolom, mert elmondtad, hogy Orbán Viktornak az a válasz, vagy a parlamentből az a válasz, hogy nincs realitása. Mi az, hogy nincs ennyi elég, hogy nincs realitása? Hát akkor minek nincs még realitása? Hát ezt a miniszterem mondta, Orbán Viktornak, aki megírta azt a beszédét, amit kétszer is elmúlt egy évben, kétszer két percet beszélt erről az évértékelőben, meg előtte ősszel keresztes órán, aki itt van a parlamentnek, a fenntartható fejlődés bizottságának elnöke, és lehet, hogy nincs itt a teremben, mert bocsánatok. Hazamegy már Pécsre. De itt volt a szakmai napon, meg tud róla, igyekszik ezt képviselni, megkérdezte, stb. Nem, Orbán Viktor konkrétan nem sikerült eljutni az elmúlt két év alatt, mióta nagyon próbáljuk. Itt már nem tudunk arról sikerült-e. Az ő megnyilatkozásaiból az előtt, hogy nem. És az viszont látszik, a kormány gazdaság értelmezéséből, világ értelmezéséből látszik, hogy a másik világnézetben vannak, ebben a technokrata, egészen a vas és a célországáig. És a zöld technokratizmus, ennél a újabb témát, az már nem az hoz megoldást, hanem a természetszerűség. Tehát az, hogy a jelenlegi rendszer zöld színű technokrata megoldásokkal nincs nálunk, mintha működne, például ugye ez az akkumulátoros autó, vagy ennek az akkumulátoros gyár, most maga az autózás, ugye ennek a ja, vagy ez a vicc, vagy mindenkinek, ez is kibukkan, most már látszik. De még a köztudatban lehet, hogy úgy van, hogy az a környezetre, vagy ez a környezetvédő dolog. Tehát nekem meg az lenne a meglátásom, hogy ugye az emberek ez jobban eljutnak az egész, hogyha ezeket a tájföldön is látható csónakokat lehetne használni az egész országba, és ezt a vízrendszert így a patakok vagy a csőszárkon, úgy ahogy a hollandok is beviszik a vizet, közlekedési útvonalakat tehetnénk. Tehát a Budapestet is egy csomó ilyen csónak kikötővét, zöldögárók mentén, nem tudom, hogy fölle, ameddig csak lehet a Rákos patakon föl lehetne hajózni, ilyen kis autóteljesítő dolgokat, és lehet a vizet is jobban megbecsülnék, mert az ugye az embernek szórakozás meg közlekedés, akkor ugye a használt látja itt. Na, egy ötlet. Na még jó, akkor tudnak le, ha már a haragozó indével kezdjük néprajztudomány, a sárhajó kérdésről. Ez, amit mondasz, ez ismert közlekedési módozatról az Alföldön, a vizek idején. Az legendákban van, hogy jaj, innen minden település elmondja, hogy innen 30 kilométerig el lehetett most elmondott majd korcsolyázni, tehát nem már kérem. Egyébként csónak át, tehát hajóval lehet kérdekesni. Megjegyzem megint, ugye a mostani túlközlekedtetés, tehát ennek a gazdasági rendszernek lényege, hogy minél végig annál jobban. Tehát, hogy a közlekedtetés a dolgoknak, ez egy nagyon jó ilyen gazdaságpolitikai eszköz. Nagyon jól lehet vele látszatni,
látszat tevékenységet csinálni, növelje a GDP-t nagyon hatékonyan. Tehát valamit elviszek innen, oda-onnan meg visszaadom, akkor csináltam valamit látszólag, és ott növelje a GDP-t. És ez folyik. Tehát én nem tudom, hogy mi a dolgok közlekedtetése és a személyek közlekedtetése ilyen volumenben, amelyet már hozzá is szoktunk meg el is várjuk, az attól vissza kell venni, mert a csónakban nem kérnek el annyian, mint annyi áru, mint a kamionban, és az állni az autópályában. Ez egy megint értéktelmi szint, de egyébként még akár olyan életet marketingileg is, amikor csak arról beszélek, hogy amit mi vízhálózatot vizionálunk ide. Nem illúzió, hanem az egy teljes, annak egy tök, egyrészt földrajzi realitása mutatnak, hogy megvan, másrészt meg arra tök jó gazdasági projekteket lehetne csinálni. Egyrészt átereszeket, tehát nem kell így hívni. Akár tehát a hajózás, a csónakozás, hogy Nyugat-Európának a boldogabb óceáni éghajlatú, biztosabb vízhozamú vidékei, ez abszolút Angliában is, a kontinensen is ez van ennek hagyománya. Magyarországon mondom, ilyen szempontból volt a srácok, tehát ki lehetne építeni egy ilyen víziós rendszer, a rekreációs, a idegenforgalmi, a legalábbis. Nagyon sok olyan, erre mondtam azt, hogy ezen rendszeren belül is, hogyha elkezdenek olyan beruházásokat tenni, amik már együttműködő struktúrát hoznak létre, tehát hogy vízfelületet növelnek, vízrendszert hoznak létre, amivel a vizek áramlanak, az már jó. Csak ne gondoljuk, és itt jön a kompromisszumok által létrehozott bukás. Ez, amit mondtam, ezt a barlógépről olyan lesz a géppisztoly mindig, tehát hogy a kompromisszumok mentén szokott elhajlani, meg amikor nem értik meg, nem értik át rendesen, csak ilyen rész dolgokat itt megért mondjuk egy politikus, és akkor annál vértem pár száz millió forintja, őjük veszik. Ezzel együtt lehet, jók tudnak lenni, tehát lehet, hogyha az egész gazdasági átállásban, akkor jók ezek, de ha nincs, akkor őrült veszünk. Úgy látom, hogy már kellően fáradt a csapat, úgyhogy még egy utolsó hozzászólást engedjünk meg, és utána egy-egy kerekítsétek le, hogy mindenki így járni meg. Válaszolok arra, hogy több kerekről. Nekem is a szép hogy átérezzük itt mindannyian, hogy mennyire hiányzik a víz. Tegnap 200-220 fő volt Szolnoknál, hisz a mércéje két méter ezelőtt ez még plusz 170 volt. Tehát most a vízmérce felvességét leszámít olyan 3 méternyi magasságú vízoszlop hiányzik az egész Tisza mentén, csak ez elmúlt két év alatt. Kisköle nem tud már vizet engedni, mert a Tiszató üzem biztonságát most nagy nehezen fent tudja tartani. Persze. És akkor mi ragadott meg, hogy ütöttem meg? Volt egy olyan fél mondat, hogy átkerült a szakmai és az operatív irányítás a pedigtől. Ekkor lesz, ez igaz, és az mikor tört? Augusztus 1. Ja, akkor friss. De azt látják, és ez hoz majd eredményt abból a szempontból, ami így szó. Az energetikai minisztériumban jobb helyen van, mint a belül? Tájminisztérium kellene, ahol közvetlenül a tájhoz kapcsolódó tevékenységet egységes rendszerben tudják kezelni. Igen, víz, ami minden tevékenység a tájhoz kapcsolódó, ami közvetlenül a tájhoz kapcsolódik, azokat kéne egy tájminisztériumban. Egyébként úgy lehetne kezelni jól. Az energetikai misszió valahogy megmutatja a tehát igen, tehát átkerült az energiaügyi minisztériumhoz a vízgazdálkodás, tehát a vízügy, és ezt ennek nagyon örültek is, mert mondták, hogy végre helyreállt a vízgazdálkodás egysége. És akkor mi is nagyon örülünk, ezzel kapcsolatban megköszönünk mindent, amit tudunk. Ugye azt szokták mondani, hogy oda lehet vinni a lovat, vagy a tehennet, vagy mindegy milyen jószágról beszélünk a vízhöz, de nem tudod rá kényszeríteni, hogy így jó. Itt ugyanez a helyzet, tehát ezeket az információkat mi a
miniszter úr, államtitkár úr, és a többi, ezeket eljuttatjuk. Azzal már nem tudunk mit kezdeni, hogy ebből mit vonnak le, mit hasznosítanak, mit értenek. Tehát ezzel nekünk már nincs további dolgunk, mi próbálkozunk egy ideje, de ezt nem tudjuk értelme befolyásolni. És az van, hogy elég szertágazó témák voltak itt, és valami útra valót szeretnék adni mindenkinek, ami segít ezt a témát egy kicsit leüllepedni, és azt hiszem, hogy a legideillőbb az, hogyha Greta Thunbergtől idézem azt a megállapítást, hogy hallgassatok a tudósokra. Köszönjük szépen! Tehát azt terjezzük meg, hogy a legnagyobb visziány az odafönt van. A légkör visziány. Ha az energiaszállító rendszer működik, akkor van esélyünk a túlélésre, ha nem, akkor tovább végítjük a sivatagot. Tehát hajrá mindenki zöldítsen, amit tud, és ha annak a vízét biztosítja, az majd ad nekünk bőven elegendő, mert ahhoz képest a menekünk az csak egy. Az záró gondolatom annyi lenne, hogy most itt ebben a sátorban, ami bűnítség a programnak, de a mi vízes, vízkörforgásos részünknek vége, hogy én a magam részről annyit tudtam, hogy ennél több energiát ebben nem tudtam beletenni, tehát úgy a leadás részén, vagy ez a dekoráció részén. Nagyon örülök, hogy összejött, meg mindenkinek köszönöm, aki segített ebbe. És hogy én azt gondolom, hogy így a magam részéről kioformom, amit tudtam. Nagyon remélem, hogy átment egy jó pár üzenet, és hogyha mindenki ennyit hozzátesz, akkor szerintem mi lesz előre. Ennél magasabb gondolatot. Ezekhez a magasságot köszönhetetlenül akkor örülünk, amit itt Zoli meg Laci említett, én ezt csak visszaérjem ezt a mondatokat, hogy a legnagyobb hiány odafönt van. Köszönöm szépen a részletet.